Polgári Érték a felszín Szeretettel köszöntök mindenkit itt a polgári mulatóban. Hát nehéz heteken vagyunk túl, és nehéz hetek, hónapok előtt állunk. Európai Parlamenti választás önkormányzati választás, és hát nagyon-nagyon szeretné a nem létező háttérhatalom, hogy Európába begyűrűzzön a háború, és hogy esetleg még Európa, akár a fegyvereken túl, NATO-Európa esetleg még, még fegyveres, felvértezett hadsereget is küldjön ide a szomszédunkba, de hát reméljük, hogy ez nem fog sikerülni. És ebben az időszakban azt gondolom, hogy a leges legfontosabb, a, hogyha ahhoz a, a kereszténység felé fordulunk, ami azt a Európát már ides tova 2000 éve rendezi az életét, rendezi a kultúráját, rendezi a gondolkodás módját. úgyhogy én azt gondolom, hogy erre ez az apropó, a mai apropó nem is alkalmasabb, mint hogy Szántai Lajos a mai előadását a egyetlen magyar alapítású rendről, a Pálos rendről megtartsa azt az előadását. Igaz, Pálos, voltak más törekvések is, voltak más magyar alapítású rendek is, de ez volt az egyetlen, amit elfogadott a, pápa is. Nem, mint hogy ez fontos lett volna egyébként, de egy részről igen. Úgyhogy nem is marad más hátra, mint hogy átadja meg, felhívom ide, felkonferáljam szánta Lajost, hogy megtartsa az előadását, és egy nagy tapsot kérek neki. Én. És felkérem, hogy tartsa meg az előadását, és nagy megtiszteltetés, hogy, hogy itt elfogadta a meghívásunkat. Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és ahogy Márton elmondta, valóban így van. Végül is nem az egyetlen magyar alapítású szerzetes rend. Minden valószínűség szerint második András király idejében létrejött egy olyan szerzetes rend. Ennek meglepő módon a mondai hagyományban van a maga forrás vidéke, de ha valaki mondjuk a rend Dek történetében utána tekint, akkor nyomokat még talán ma is talál. Ő a keresztes hadjárat után, amikor haza érkezett, a hagyomány szerint, a, azoknak a vitézeknek, lovagoknak, katonáknak, akik részt vettek ebben a keresztes hadjáratban a Szentföldre, az ötödik keresztes hadjárat, Hát ami minden híreszteléssel szemben a keresztes hadjáratok történetének legmagasztosabb, legdicsőségesebb és ami lényeg, erkölcsi szinten is magasrendű hadjárata volt, amit nagyon kevesen tudnak. Hát egy évszázad óta nyilván ezért járatják le, ezért nem beszélnek róla, de ez most egy külön kérdés. És a hagyomány szerint ő azoknak a régi vitézeknek, akik úgymond már megöregedtek, de istenes, vallásos életet éltek, kérésükre létrehozott egy olyan rendet, aminek az volt a neve, hogy Szent Sírőrzői. Aztán, hogy más nyomon is el lehet indulni, ez nem kétséges, mert a pálos renden, tehát magán a pálos renden belül is megvannak az előzmények. Tehát Gyöngyösi Gergely, amikor a pálosrend történetét, mint rendfőnök megírja, aztán majd az 1980-as évek derekán Árva Vince fordításában megjelenik, hát addig nem nagyon lehetett ilyen módon hozzáférni a rendtörténethez magyar nyelven. Na most abból is nagyon szépen lehet érzékelni, látni, hogy azért ez nem a 13. században indult és kezdődött, tehát nem negyedik Béla király idején, hanem akkorra megérett a helyzet, hogy egy ilyen szerzetes rend létrejöjjön. És ott is elhangzik az előzmények vonatkozásában, hogy Vác Remete, és hát Vác az nem más, mint Vác városának a névadója, amit első Géza Magyar király alapított, és tudni való, hogy ő Szent László királyunknak a testvérbátyja volt. És hát Vác arról is nevezetes, hogy a váci szarvas csoda, ahol megjelenik egy olyan szarvas, miközben a testvérpár azon tanakodik, hogy Szűzmárjának hova építsenek templomot. Dunaparton megjelenik egy szarvas, agancsai között, agancsai ágvégein, gyertyák égnek, ezek az oltatlanul aluvó, gyújtatlanul gyulladó gyertyák, hát átvitt értelemben, képi beszéd értelmében ez maga a csillagos ég volt, a vitézek rányilaznak, beleszökken a Dunába, és ott eltűnik, és akkor Géza, magyar király, mikor még nem király a testvérőcse Szent László, hát kérdezi tőle, hogy mit jelentettek a szarvas agancsán ezek a gyertyák, és akkor mondja Szent László, azok nem gyertyák voltak, és nem agancs volt, hanem szárnyak voltak, és ragyogó tollak ragyogtak. Aztán még azt is elmondja, hogy ahol megjelent, ott kell Szűz Mária tiszteletére templomot építenünk. Na most ez azért nagyon érdekes ez a jelenet, így bevezetésképpen, mert a képes krónika 1358-ban íródik és festődik Nagy Lajos magyar király számára, ezt a jelenetet megörökíti. Tehát, mint egy úgymond egy kozmikus ügytörténeti keretbe ágyazva, vagy másfél száz miniatúra között, hát mind a mai napig egyébként az egyik legismertebb és legtöbbet ö, 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 publikált kép a képes krónika képanyagából. Tehát ott lehet látni egy szarvast, ahol az ágai végein ott vannak a gyertyák, előtte van egy folyam, és a testvér pár így egymást átölelve jelenik meg, mögöttük vitézek íjat feszítenek, és az az érdekes ebbe a miniatúrába, hogyha nem tudnánk, tehát hogyha nem tudnánk, hogy ez gyakorlatilag a 1070-es, 80-as évek idejére esik ez az esemény, 70-es évekre pontosabban annak is a elejére, akkor kapásból egy még régebbi múltat élhetnénk meg. Tehát megjelenik egy szarvas, csodaszarvasként, és adva van egy testvérpár, akik ezt a csodaszarvast tíj és nyíl útján követik, tehát hunor és magyar. Na most ettől mitikus, ettől üdv történeti, mondjuk egy történelmileg is tetten érhető helyzet, hogy sokkal tágabb a hatása, mint az a történelmi pillanat. Tehát a múltban beláthatatlan múltra vezet vissza, a jövőben pedig egy Hát reményeink szerint egy emberhez méltó jövőben bontakoztatja az üzenetét és a szárnyait még a XXI. században is. Na most még az a meglepő abban a képben, hogy nem csak Szent Lászlónak érthető okok miatt van dicsvénye, ilyen telített fényű dicsvénnyel jelenik meg, hanem Gézának is. Tehát akit Magnusnak, nagynak, hatalmasnak, magasztosnak nevez a hagyomány, neki nem telített fényű dicsfény jelenik meg a feje körül, hanem sugárzó. Na most ez azért meglepő, mert kettőjük szellemiségét figyelembe véve nem Szent László képviselő a szugá, sugárzó fénynyel jellemezhető szellemiséget, hanem maga a testvér bátyja Géza. Tehát itt olyan rejtett szent történetek jelennek meg az Árpádháza Turul nemzetség, Attila király nemzetség nyomvonalán, amelyet érdemes lenne újra felelevinteni, hogy egyáltalán 300 év elteltével hogy lehet az, hogy Szent királyként örökítik meg nem csak Szent László, hanem első Géza magyar királyt is. És itt hangzik el az, hogy egy Vác nevezetű remete remetéskedett ezen a helyen, és hát tudni való, hogy Vác róla kapta a nevét. Igen, ám de a Pálos nem történetét figyelembe véve, és tehát az idézet mű, amit Árva Vince fordított le az 1980-as években, aztán 1998-ban egy második javított kiadás is megjelent. Tudni való, hogy ott nem is annyira a Dunának a bal partja jelenik meg, mint remetéskedő hely, hanem úgy szól a szöveg, hogy Vác remete visszavonult a Pilis belsejébe. Tehát Pilis belsejébe örök és halhatatlan javak nyomvonalán Indult el, és hát aki egy kicsit régészeti szempontból, történelmi szempontból ismeri a pilist, az pontosan tudja, hogy remetéskedni nem nagyon lehet. Tehát a szó hagyományos, klasszikus veretes értelmében, hát az az egész Kárpát medencében minden időben a legsűrűbben lakott területe volt, és ezt régészetileg is lehet igazolni. Tehát nyilván itt egy másfajta jelenléttel kell számolnunk, de majd még erre vissza fogunk térni. És a következő, amit így előzményként megemlítenek, hogy mecsek hegyén, a babás szerkövek fölött, nem tudom, hogy ki ismeri azt a helyet, hát az gyakorlatilag a tájnak a gyönyszeme és a szépségét adja meg, mert amennyire babás szerkövek a neve, hát annyira lehet érzékelni, hogy az minden időben kultikus szertartási helynek számított. És amikor abból az irányból, vagy más irányból felmegyünk a hegynek a tetejére, akkor egy hatalmas kiterjedt rommezőhöz érkezünk el, de tudni való, hogy végig, tehát régészetileg a szkítakortól kezdve, még, kor, még, korábbi kort nem tudnék így megemlíteni, mert kérdés az, hogy a szkítakort milyen mélyen, vagy milyen nagy múltból indítjuk el. Tehát ezt nevezzük egyelőre, a régészet és a történelem tudomány ezzel nem fog nyilván egyetérteni, de egy nagyon régi, nagyon ősi műveltségnek a kurgánrendszere, temetkezési hagyomány, és mindenhol régi erődítmény lehet látni, és nagyon régi térképeken, hát a nagyon régi az azt jelenti, hogy mondjuk 30-40-50 évvel ezelőtt készült térképeken, mert újabban az ilyen látványosan térképen is megjelenő vonalakat, amikor egy értelmes, jól felfedezhető ábra alakul ki, az meglepő módon újabb térképeken úgy szétkenik és elmossák, hogy nehogy valamire ráismerjünk. Minden esetre elmondják, hogy ott egy régi, hogy milyen kor, ez körülbelül olyan, hogy lehet rajta vitatkozni, de avarkort is említenek, hunkorszakot, de avarkorban már egyértelmű, hogy hatalmas sáncrendszer vette körbe ezt a területet, és ennek a körbekerített területnek, és ezt hangsúlyozom térképeken is nagyon jól lehet érzékelni, egy a Skita művészetből ismert absztrakt, tehát nem ilyen életképi jelenet szintjén megörökített sólyomfej, hanem ilyen absztrakt inkább, tehát egy kicsit geometrikusabb sólyomfej formája van, és ahol ennek a sólyomra emlékeztető abstrakt ragadozó madár fej formának úgymond a szeme van, na pontosan azon a helyen van a pálosoknak úgymond Szent Jakabról nevezett kolostora, monostora. Tehát ez azt jelenti, hogy egy bizonyos tej, területnek a látóképességét, és nem a mindegy, hogy milyen erővonalak kerítenek körbe mondjuk egy pálos kolostort. Hát annak pont, ahol a templom van, azért gondoljuk végig, hogy ez milyen magasztos és milyen szép üzenetet hordoz magával, főleg akkor, hogyha tudjuk, hogy Szent Jakab hava az azonos az oroszlán havával, július végétől augusztus végéig tart, és az oroszlánban van otthon, vagyis az uralomban a nap. Na most, ahhoz, hogy lássunk, ahhoz meg fényre van szükség, és tulajdonképpen pont egy ilyen helyet jelöl ki a templomnak, nem a melléképületeknek és a kolostor kiegészítő épületeinek, hanem magának a templomnak a helye. És így jutunk el következő lépésként, ahol már nem tudunk visszafordulni, tehát megjelenik a legendás és tényleg mitikus. Nagyságrendben megmutatkozó, boldog Özsé, akinek szentélyavatását mindig kezdeményezik, mindig halogatják, mindig úgy tűnik, hogy majd sor kerül rá, de nyilván mindennek eljön az ideje. Tehát Boldog Özsév alapította hivatalosan meg a magyar alapítású Pálos rendet. És amikor azt szoktuk mondani, hogy az egyetlen magyar alapítású szerzetes rend, akkor mindig egy kicsit olyan hangulat támad, hogy hát nekünk ilyenből is csak egy jutott. Na most, ha van egy ilyen, akkor az éppen elegendő. Tehát majd látni fogjuk, tehát itt nem a mennyiségi rendalapítási törekvések játszák a főszerepet, hanem van egy magyar alapítású nemzeti érzelmű szerzetes rend, akkor az a feladatát el tudja végezni. És olyan nagy hatásfokkal járták a középkorban a maguk útjait, hogy például a 15. század második felében, 16. század elején, mohács tragédia előtti időkben, mintha lehetett volna érzékelni, hogy végjáték abból a középkori magyar királyság szempontjából, egy olyan időt élünk, ahol előbb-utóbb azért. A bajok is befognak következni. Hát nem kisebb személyiség, mint maga Mátyás király kezdett el egy olyan utat járni, hogy gyakorlatilag olyan templomokat, kolostorokat, amelyek eredetileg nem pálos alapításúak voltak, azt is megkapta a pálos Tehát gondoljuk végig, Visegrádon is kaptak templomot, akkor Fehér Egyházán az Alba Eklésia, tehát a hagyomány szerint Árpád vezér temetkezését lehet annak a környékén gyanítani a leírások szerint. Zsámbékot is megkapták, csak így a környező vidéket, hogyha így említjük. És ez azt jelenti, hogy itt, tényleg egy végső időszakkal lehetett az akkori időhöz számolni, hát bár most tartanánk szellemi értelemben ott, mert azóta eltelt több, mint fél ezer esztendő, és most megint egy nagy korszakváltás jön, és ki tudja, hogy ebből a fél ezer esztendőből, ami azóta telt el, milyen maradandó értékeket tudunk majd tovább vinni és tovább menekíteni. De az is tény, és ez egy meglepő jelenség, hogy a hagyomány szerint, és ez megint mind a mai napig kísértés követ bennünket, most a kísért az jó értelemben, fogalmazódott így meg, tehát itt van, észre lehet venni, oda kell figyelni. Egy olyan hagyomány jelenik meg a nemzet és a pálosrend kapcsolatában, amely hagyomány egyedül a magyar szent korona világára vetíthető vissza. Tehát ez azt jelenti, aki koronakutatással vagy a Szent Koronával csak felszínesen is foglalkozott, az találkozik azzal a az évezredes képpel, hogy ami a magyar Szent Koronával történik, az történik a magyar néppel, és ami a magyar néppel történik, az történik a Szent Koronával. Tehát a nemzet és a Szent Korona az egy titokzatos élő eleven organikus egységben, tényleg egy élő minőséget, egységet képvisel, és hát a történelmi megpróbáltatásokat is, hogyha keressük a koronánkat és megtaláljuk, akkor a megpróbáltatásokon, hát megigazulva, de mégiscsak túl lehet majd jutni, és megigazulva az nem mégiscsak, hanem tulajdonképpen nyilván ez a minden megpróbáltatásnak a lényege. És itt lehet tetten érni azt, hogy a pálos rend vonatkozásában is tetten érhetünk, nyilván nem olyan súlyjal és olyan ismertséggel jelentkező hagyomány, de nagyon markáns módon jelenik meg, olyannyira, hogy hát Árva Vincét fogom idézni, már csak azért is, mert ő saját magát az utolsó pálosnak tartotta, tartottan, nem ilyen patetikus és romantikus módon. Ez egy külön történet, rendtörténeti viták támadtak, Pálos rend jelenlegi helyzetét figyelembe véve. És hát Árva Vince, akinek szívügye volt a Pálos rend, az odatartozása, nemzetügye, hát egy kicsit ilyen periférikus helyzetbe került életének utolsó meghatározó évtizedeiben de a pálos rend megismertetése, népszerűsítése útján, hát mind a mai napig el lehet mondani, hogy a legnagyobb munkát gyakorlatilag ő végezte el, mert a nemzet felé, a magyarság felé, hát az ő munkássága tudta újra feleleveníteni azt a légkört, azt az atmoszférát, azt a hagyományt, amely a pálos rend évszázadait a magyar nép szeretete révén végig kísérte. Tehát itt egy szeretet kapcsolat jelenik meg a nemzet, a nép és a pálos rend között. Ezért ezt nem mindig díjazzák és szeretik, de nem árt el tudni, hogy ez nem rendtörténeti kérdés, ez nemzettörténelmi kérdés, és ez a mi múltunkhoz tartozik, felekezeti különbség nélkül. Tehát bizony érdemes ezeken az utakon elindulni, és egy örökségre rátalálni. És Árva Vince mindig hangsúlyozta, hangsúlyozom, ez egy kicsit meglepőnek fog tűnni, és talán, hogy mondjam, csak túl erősnek, de hát ő olyan környezetben szocializálódott, hogy bírta ezeket a oda-vissza kapcsolatokat. Lényeg az, hogy mindig hangsúlyozta előadásaiban, írásaiban, ha van pálosrend, van Magyarország, ha nincs pálosrend, nincs Magyarország. Na ez nyilván így, ilyen módon vakmerőnek tűnik, és túl erősnek, és túl, hogy úgy mondjam, de nézzük meg ennek az alapjait. Tehát már a középkorban, a pálosrend fénykorában megjelennek olyan idézetek, olyan versek, amelyek általában a jelenlegi pálos kolostoroknál is, vagy ha pálos rendről valami népszerűsítő bemutató kiállítás van, akkor, akkor ezeket az adatokat publikálják. Tehát Lukács atyának hívják, és így szól a szöveg, most csak egy részletet, és te Magyarország édes hazám a pálosokkal növekedel, és egykor hanyatlásukkal hanyatlasz el. Na most ez még a fénykorhoz tartozik. Tehát Magyarország a pálosokkal növekedik, és majd egyszer, egykor hanyatlásukkal hanyatlik el. Megyünk időben tovább, és eljutunk az ország három része szakadásának, a vallás két része szakadásának, és a nemzeti királyság helyreállítási törekvéseinek idejére, ez abszurd évszázadok és török időket fog egyszerre jelenteni. És Pázmány Péter, aki kezdetben nem kedvelte, nem szerette a pálos rendet, esztergomi érsek, jezsuita nevelésben részesült, és hát rengeteg peres dolog támadt, és tényleg nem érzett különösebb indítatást a pálosrend irányába egy ideig. És akkor egyszer csak a következőket írja. Hát nem, nyilván nem ilyen lólépésben történt meg az életében, hogy egyszer csak akkor a következőket írja, csak hogy mennyire általános jelenségről van szó, és így szól. Ha ki Magyarország sorsos állapotját látni kívánja, tekintse első remete Szent Pál szerzetét. És ha azt virágjában tündökölni látja, tudja meg, hogy az országnak is jól vagyon dolga, amely jó rendben van a színája. Tehát ami a pálos rendel történik, tulajdonképpen ha a pálos rend az gyarapodik, ragyog, tündököl, erkölcsökben, hagyományokban, vallási útban, akkor az országnak valószínűleg nagyon jó időszakát éljük. Ha nem ezt tapasztaljuk, akkor nehezebb időket élünk. Na most azt is tudni kell viszont, ami megint csak történelmi tény, és ez okozta a legnagyobb problémát, ha lehet így erről beszélni, hogy második József, hát nem csak a pálos rendet, hanem olyan intézkedéseket hozott, hogy a Magyarország vallási életét szinte lehetetlenné tette, tehát búcsújáróhelyek, zarándok helyek, szűzmária kegyhelyek, szűzmárja oltárok, szűzmária szobrok, szűzmária képek, szobrokat, képeket törette és égettette, nem tudom, hogy mennyire ismerjük ezt a helyzetet, és a hagyomány szerint Szent Margitnak a Szűzmária szigetről, Nyulak szigetéről, a rendi apácák által pozsonyba menekített koporsóját is ő tüntette meg és semmesítette meg. Tehát lehet üdvözölni, hogy milyen felvilágosult uralkodó volt. Hát általában az ilyeneknek mindig nagyon jó a sajtójuk, és azt is tudni kell, hogy a magyarság irányába, de tulajdonképpen nem csak magyarság irányába, egyáltalán az emberek felé semmiféle szívélyes kapcsolatra nem volt képes. Mária Terézia, aki édesanyja volt, és hát végül is most nem fogok külön köröket megtenni, hogy őt méltassam vagy elmarasztaljam, de, hát, és akkor, de az ember nehezen tudja magát visszafogni. De most képzeljük el, hogy egy, egy milyen családi kapcsolat lehetett, ahol ő maga írja Józsefnek a fiának, hogy édes fiam, ha ennyire, most saját szavaimmal mutatom, ha ennyire látható módon utálod az alatvalóidat legalább csináljál úgy, mintha szeretnéd őket. Most saját szavaimmal mondtam, és ezt hát gyakorlatilag szöveggyűjteményekben, történelmi munkákban mindig tetten lehet érni, hogy egy kicsit az, az, azért lehetnél olyan, olyan ember, is a viselkedésedben, ha már uralkodó vagy, vagy uralkodó leszel. Betiltja a szerzetesendeket, sok más is kötődik a nevéhez, de most, hogy maradjunk a rendtörténeti vonalon és a halálos ágyán visszavonja a rendeleteit, aztán utána következő uralkodó, aki Lipót névre hallgat, két évig uralkodott, de valószínűleg ő egy kicsit engedékenyebb volt. Az ilyen engedékenyebb uralkodók mindig nagyon hamar halnak meg, utána következik 1792-ben Ferenc, de, és az ő fia lesz majd Ferdinánd, de ez most megint nem akarok itt részletekbe elveszni. Lényeg az, hogy minden szerzetes rendet beszüntet, felszámol és betilt, majd mindegyiket visszaállítják utána. Nyilván nem olyan súlyjal, olyan rangban, olyan méltóságban, kivéve egyetlen egy ki lehet találni. Hát ez a magyar alapítású szerzetes rend, a pálos rend, tehát ennek semmilyen úton, módon nem sikerült visszaállítani Magyarországon a... a jogköreiket, tevékenységüket, és ekkor a pálos rend már szinte ilyen karizmatikus módon a sok-sok tevékenységi kör mellett a magyar ifjúság nevelését is a szívügyének tartotta. Na most ebből lehet tudni, hogy miért nem állították vissza. Tehát végeredményben mindig egy utód világa jövővel is nagy Behatással foglalkoztak, és így kerül a rendnek a központja Lengyelországba és Csestohába. És hát Árva Vince, hogy visszatérjek az ő probléma körére, hát ő egyszer csak úgy rádöbben, ezt többször elmondta, előadásokon le is írta, hogy, hogy hát ő, ő, ő egy másik pálos rendre számított, tehát nem olyanra, aminek Csestohában van történetesen a központja. És itt megemlítek egy olyan zsinati határozatot, 5. Márton pápa. Hát ez a Konstanci zsinathoz fűződik, 1414-től 1418-ig tartott Zsigmond magyar király, akkor már német-római császár is volt elnökölt, és egy következő, egy vallástörténeti munkából idézem a következőket. 5. Márton pápa adta ki a magyar szempontból legfontosabb rendelkezést 1417. december 25-én kelt búlájában. Határozottan kimondotta, hogy jogosan megválasztott rendfőnöknek csak is azt tekinthető, akit Magyarországon tartott nagykáptalan választ meg, továbbá, hogy a rendfőnök csak is magyar ember lehet. Tehát azért vannak ilyen rendelkezések és intézkedések, és ennyit egy ilyen rendtörténeti vagy eszmetörténeti bevezetőben. És hangsúlyozom, most nem az a lényeg, hogy ami itt elhangzik, az most kiállja az idők próbáját egy jelenlegi vallási szempontot figyelembe véve. Tehát mindenféleképpen a középkori eszmetörténettel fogunk foglalkozni. Tehát a hagyomány szerint boldog özsép, tehát hogy jön létre a szerzetes rend maga, és ha valaki elmegy Mária Nosztrára, akkor ott az egyik már mellé kápolnában, ahol özsép oltára van, boldog özsép oltára, ott van egy ilyen festménykép, és ott a jelenet megörökítése megtörténik. Tehát a hagyomány szerint pilisben vagyunk, tehát pilisi, táj, éjszakai időpont, és Özséb miközben elmélkedik, egyszer csak észreveszi, hogy a Pilisi hegyek, rengeteg erdők között ilyen felvillanó fények, lángocskák jelennek meg, észrevesz egy felvillanó lángot, kettőt, hármat, egyre többet. Ezeknek a lángoknak fényük van, tehát nem égetnek, nem gyújtanak lángra senkit és semmit, hanem egyszerűen világítanak, lebegnek, és a sok-sok láng, egyre több lángot lehet látni, ilyen lángnyelvet, mint a Szentlélek kiáradásának lángnyelvei lennének, egyre több ilyen lángocska jelenik meg, majd egy hatalmas nagy, hogy úgy mondjam, oszlopba, tűzoszlopba, fényoszlopba egyesülnek, tehát miután már szinte beborítja az éjszakai tájat, a lángoknak, a fényeknek a jelenléte, ezek úgy elindulnak egymás felé, és egy fényoszlopba, nyugodtan nevezhetjük úgy, hogy fényoszlop, egy fényoszlopba egyesülnek, és hát ki lehet találni, nyilván az eget a földdel összekötik. És a hagyomány szerint Özséb ezt a látomást, mert ez egy látomás úgy értelmezi, hogy a pilisben élő remetéket kell összegyűjtenie, és egy rendbe őket egyesíteni kell. Na most újra figyelmeztetni szeretnék, egy-két apróságra, hogy más egy ilyen hagyomány, aminek megvan a maga kegyes eszmei tartalma, és egészen más a történelmi valóság olyan szinten. Most egy nagyon egyszerű példát mondok. Ha valaki mondjuk dömösen megáll a Duna parton, ott a egyik legszebb részen, ahol a Szent Mihály van, a hegy van a túloldalán, akkor ott lehet a szikla oldalba, hegyoldalba látni olyan Eh, hogy mondjam, szikla termeket még messziről is lehet látni, ma is végeznek ott lelki gyakorlatokat, hogy azokat úgy tartották számon, hogy ott remeték éltek. Na most az a helyzet, hogy a, mi nem tudjuk, hogy mit jelent a remete. Ez a legnagyobb probléma. Ugyanis gondoljuk végig, eleve egy település van a túloldalon, eleve a Duna az hát minden időben egy sűrű járt folyónak számít. Ráadásul Visegrád, hogyha a Szent Mihály hegyről tájékozódunk, Visegrád bal oldalon a túlparton jelenik meg, fellegvárral, várossal és vízivár rendszerrel, akkor, ha Marót felé tekintünk, akkor kicsit magasra emelkedünk, akkor a Duna nagy kanyarulatát is lehet látni, és ott már Esztergom van, amúgy is ott van Nagymaros és a Szent Mihály hegynek a déli oldalán, a másik oldalán pedig hát jönnek ezek a mai települések is, de nyilván régebben is voltak ott, tehát ezek vitathatatlan tételek, és így jutunk be egy kis kanyarral, bemegyünk a hegyek közé, szob után Mária Nosztrára, Pálosok egyik legfontosabb helyére, amit Nagy-Lajos Magyar király alapított. Tehát miért hozom ezt így elő? Azért, mert nem lehet remetéskedni. Tehát a remetének van egy titka, és ezt tébai remete Szent Pál nagyon szépen jelzi a maga életével. Ő 60 évig a tébai sivatagban remetéskedett. Tehát 60 évig emberrel nem találkozott, halála előtt, haldoklása közben, vagy halála után, ahány Hagyomány annyi változat, Szent Antallal fog, remete Szent Antallal fog majd találkozni. Tehát mit jelent a remete? És erre nem én figyelmeztetek, meg nem más, hogy mondjam, kell azt hinni, hogy itt ilyen, megint ilyen romantikus túlzásokba esünk, mert a remete az így, a remete az úgy, a remete az remete. Tehát, ha összekeverünk dolgokat, akkor soha nem fogunk igazságot találni, vagy bizonyosságra jutni. És török József, aki egyháztörténész, felszentelt pap is Párizs és a Róma között végezte a tevékenységét egyházi szinten nagyon sokáig. Itthon pedig egy ilyen népszerűsítő feladatot is látott, nagyon sok könyvet publikált a 90-es években. Ő egyszer egy konferencián, amit Pontárva Vince rendezett Pomázon, tehát hangsúlyozom, a római katolikus egyházi ember, eh, hogy mondjam, megállapításait fogom idézni. A képen a pálos rendről is, meg ezer kérdésről a kereszténység kultúrtörténetében történetében számtalan könyvet írt, és úgy kezdte az előadását, hogy itt valami probléma van a pálos rend körül, mert a remeték azok remeték. A pálos szerzetesek, vagy, vagy elmélyült életet élő emberek, és akkor itt megint egy idézethez fogunk jutni, ami hát állítólag a Buda Szent Lőrinci Pálos Főkolostor bejárata fölött volt olvasható. Hát latinul volt, én most magyarul idézem. Egykor úttalan erdőt járva kutatva atyáink a sziklafalak mentén néhány kicsi házat emeltek, szétszórt barlangok mélyét is jól kikutatták. Na most gondolom észrevettünk valamit. Hogy indul a pálos rendnek a története? Sziklafalak tövében kis házakat emelnek, és miért? Mert ideiglenesen, mert ezek a sziklafalak, ha a pilis vonatkozásában aktualizáljuk, már pedig így szokták, hát ezek a Mészkőhegységben a Pilis egyik részét Mészkőhegyvidék alkotja. Hát az ott meg barlangok, belső üregek nagyon hamar tudnak létrejönni, tehát szinte a Mészkő egység az szereti az ilyen belső járatos, barlangos világot. De a nagy kérdés, amivel nem foglalkoznak, hogy miért akarják a barlangok mélyét kikutatni? Hát most gondoljuk végig. Tehát nem barlangász, expedíció vagy, vagy korabeli, barlangász világnak az előzményeinél vagyunk, hanem valamit keresnek. Miért? Hát mert magyarul mit jelent az, hogy barlangok mélyét kikutatták? Azt, hogy kíváncsiak, hogy mi van a barlangok mélyén. Most a kérdés nagyon egyszerű, mit nem lehet ebbe megérteni. Gondolom napnál is világosabb, remélem. És ez is hoz problémákat, mert a hagyomány, a kegyes hagyomány szerint ezek az úgynevezett pilisi remeték, ezek egy héten egyszer vásárok idején bementek Esztergomba. És a közben font kosaraikat pedig Esztergomban a vásárok idején, vagy éppen vasárnap, éppen hetenként milyen napra esett a vásár, de legyen ez most vasárnap, Lényeg az, hogy Török József erre figyelmeztetett, hogy álljon már meg a menet. Hát kilátott már olyan remetét, aki, ha egy évbe egyszer, nem hogy egy évbe egyszer, hanem rendszeresen bemennek Magyarország metropoliszába, harmadik Béla király idején nevezik így a külföldi források, angol és német források, ö, magyar főváros, tehát annak tekintik, hogy Magyarország metropolisza volt. Most gondoljuk végig. Hát eleve nem lehet így remete életet élni. És úgy mond a kosarat, amit fontak, azt élelmiszerre, egyéb javadalmakra cserélték. Itt a kegyes remeténk és papi férfi Özséb alapítja végre a rendházát, és a keresztnek szent a neve címe, lassan a testvérek barlangjukat elhagyogatják. Tehát itt megint van egy fordulat, tehát valamit a barlangok mélyén találnak, felfedeznek, ott valamilyen lelki életet élnek, tehát ott valamit időt töltenek el, és lassan elhagyogatják azokat a barlangokat. Na most barlang mélyén nyilván lehet remete életet élni, de előbb-utóbb ki kell onnan jönni. És ez is egy alapvető tétel. Ezt akik a pálos rendtörténet templomépítészeti hagyományával, hagyományaival foglalkoztak, ezt gyakorlatilag megerősítik és elmondják. Hát értelmszerűen ez nyilván hegy és domvidéken alakulhat ki. Tehát szinte nem is tudunk olyan pálos kolostorról, vagy ha nem tudunk, akkor homályba merült, amely pálos kolostor körül, kb. egy óra szórású területen belül mondjuk barlang ne lett volna. Tehát ez azt jelenti, hogy van valami szerves, eredendő kapcsolat a barlangok világával. Barlang az nagyon alkalmas az elmélyülése, csak van egy kérdés, hogy mit kerestek, mit kutattak. Na most, ha egy nagyon régi, nagyon ősi korszak üzenni akar a jövendőnek, és mondjuk éppen nehéz helyzetben van az a történelmi, Időszakasz a maga népével, akkor gondolom, tudjuk, a legfontosabb értékeket menekíteni kell. És az nem kérdés, hogy szinte mindenki tudja, mert egyszerűen tényként lehet elkönyvelni, hogy hát általában ilyenkor barlangokat használnak felértékmenekítésre. Tehát minden jel szerint a pálos rend alakulásánál van egy múltkeresés, Valaminek a mélyén keresnek valamit, és amikor megtalálják, amikor szembesülnek mondjuk egy hagyatékkal, vagy szembesülnek egy értékrenddel, egy, egy megmenekített tovább élő szellemiséggel, ennek korszerűsíti korszerűsítése, tehát korhoz való alkalmazása és a nemzet feladata révén elindul egy hatalmas nagy mozgalom és tevékenység. És hát ezt nyilvánvaló módon boldog Özsép, Hát akinek megint vitatott a személyisége, én már, tehát teljesen mindegy, hogy milyen körökből most nem akarok hangulatot fokozni, de ez ember egy kicsit csodálkozik, amikor olyan körökből hall mondjuk olyan dehonestáló mondatokat, amiket hát máshonnan megszoktunk, de onnan meg nem várunk. Tehát ez mit jelent? Őséb nem is létezett, nem is élt. Ez egy ilyen mitikus, kitalált személyiség minden rendalapítónak. Most elnézést, Szent Ferenc élt, Szent Domonkos élt. Tehát nem tudom, hogy érzékeljük ezeket a, nem is tudom, milyen szempontú csúsztatásokat. Hát azért mégiscsak boldoggá lett nyilvánvaló módon valamikor avatva. Egy biztos kevés a forrás, de ő Esztergomi örkanonok volt a hagyomány szerint, és van egy meglepő tétel, nagyon előkelő családból származott a hagyomány szerint, és nagyon nagy tudományjal, bölcsességgel rendelkezett, megint csak a hagyomány szerint. Tehát meg lehet kockáztatni azt, hogy valamilyen úton, módon, de hát ez nyilván vagy kutatásra vár, vagy el lehet fogadni, vagy hipotézisként fel lehet vetni, de valami nagyon ősi, nagyon megpróbált, kipróbált régi nemesi család sarjadéka, és mivel a csák nemzetség is abban a korban, az aba nemzetség is abban a korban, a turul nemzetséggel, az Árpádházzal Attila király nemzetségével is rokonságban volt, rokonságban volt, tehát lehet érzékelni, hogy innen nem akarok én tovább menni, csak érzékeltetném, hogy nagyon magas szintről érkezik Özséb. És például Árva Vince akkor, ez a 90-es években történt, elmondta, hogy új kutatások vették kezdetét, és előkerültek dokumentumok, na én soha nem találkoztam vele, az ő állítása viszont, mivel akkor nagyon friss volt, és az anyaggal, már mint a felkutatott anyaggal, aki hát egy ilyen vallástörténeti, lovagrend történeti úton jöttek be az adatok hozzá, és ő meg is nevezte azt a kutatót, akinek a tevékenységének köszönhetjük, hogy tulajdonképpen ő a Szent István lovagrendnek volt az őrkanonokja. Na most ez miért érdekes tétel? Mert Szent István lovagrend, magyar alapítású lovagrend, megint magyar alapítású lovagrend, második a magyar király alapította, és a Hangsúlyozom, tehát ez megint a kutatás történetnek ez a kicsit aztán nem tovább kutatott irányzatához tartozik, és figyelmeztetett tárva Vince, hogy nem egy pálos kolostor arról volt nevezetes, hogy előtte a Szent István lovagrendhez tartozott, és tőlük vették át a pálosok. Na azt is tudni kell viszont, hogy nagyon sok, főleg a Pilis belsejében, királyi palota, királyi vadászkasté, tehát királyi tulajdonban lévő vadászkasté, mondjuk negyedik Béla, vagy Kun király, harmadik András, vagy negyedik Béla fia, Kun édesapja, ötödik István, mondjuk valamelyik vadász kastélyát, átadják a pálos rendnek, és minimális építészeti beavatkozás révén templommá alakítják át. Tehát ez építészetileg is egy érdekes, hogy úgy mondjam, jelenségnek fog számítani. Na most mit tudunk tehát a pálos rendről, mint első remete Szent Pál remete rendje. Hát van egy nagyon érdekes tétel, és hangsúlyozom, török József, ha nem is darásfészekben nyúlt be, de valamire felhívta a figyelmet. Ráadásul Gyöngyösi Gergely munkájában is van egy ilyen fajta azonosítási lehetőség. Ez pedig így szól, hogy milyennek a rendnek a feladata, tehát küldetése, feladata. Ez a rend a viharokból a megdicsőülés, az üdvözülés révébe vezeti a lelket. Na most, ez azt jelenti, hogy itt van egy misszió, itt van egy feladat, és ez szó szerint a lelkek üdvözülésével van szoros kapcsolatban. Következő idézet. Bizony minden hívőnek elegendő követése méltó példát hagytak, kiváltképpen azoknak, akik fedhetetlenül akarnak harcolni a teremtőért és apostoli életet akarják megvalósítani. Hát remélem, hogy figyel a társaság, mert én látom, hogy nagyon megyünk a mély alvás irányába. De azért ne felejtsük el, remete rendről van szó, és hogy szól a szöveg? Akik az apostoli életet akarják megvalósítani. És ráadásul, hát a rendtörténeti munka, és uh, tanúbizonyságot tesz amellett, hogy mivel közösségbe éltek, kolostorokba éltek, gondoljuk végig. Mindent meg lehet magyarázni, de mégiscsak jó régen remeték voltak, aztán közösségbe éltek, de hát mégiscsak probléma, hogy akkor mit nevezünk remetének, mit nevezünk szerzeteség közösségnek, mondván, hogy a remete élet az, az nem vezet túl messzire. Na most ez miért döbbenetes? Mert ez a Pálos rend Gyöngyösi Gergely által írt munkájának egyik, hogy úgy mondjam, kitétele, és itt pedig elhangzik, hogy apostoli életet. Na most a gyors kérdés az így hangzik, Pál esetében. Pál esetében milyen jelenségekkel lehet szembesülni, és mit lehet nem mondjuk tetten érni, mert ha ennyire kötődik a magyarsághoz a pálos rend, a Szent Korona vonatkozásában kialakul a nemzet és a Szent Korona között ez a hagyományos kapcsolat, és ez szinte mint egy elágazás, egy kisugárzás testesül a rend történetében, akkor felmerül kérdésként, magyar Szent Korona 19 figurális zománc képe közül van-e olyan, amelyik SCS Paulus felirattal rendelkezik. Tehát az SCS a Sanctus, Paulus meg Paulus, tehát Szent Pál felirattal. Hát igen, itt a felső korona részen, közvetlenül a teremtő fiú képében ábrázoló Zsománc kép bal oldalán, baloldali keresztpántnak a legfelső emeletén van Szent Pál, minden jel szerint apostol, mert apostolok vannak itt a Szent Korona, hogy úgy mondjam, keresztpánt emeletein lent és fent, tehát megjelenik egy Szent Pál. Na most ez azért nagyon izgalmas, mert tulajdonképpen, és itt lehet egy pillanatra, és ezt mindig zokon veszik, miért? Mert egy apostol Szent Pált és egy remete Szent Pált még úgy elfogadnak, de mindig szóvá teszik azt, hogy ha Remete Szent Pál az regyen, Remete Szent Pál az apostol szent Pál legyen. Szent Pál, csak hogy a régiek nem így gondolkodtak, hanem nómen no tómen. Tehát a név az szinte kötelező módon jelent meg, miért, mert tébai remete szent Pál is, pál nevét viseli. Tehát valami miatt ő a Pál nevet kapta, akit mi Tébai Remete Szent Pálnak nevezünk. És az apostol Szent Pál is. Nyilván ott már van egy ö, ö, fordulat, mert hát ö, gondolom apostolok cselekedeteit már olvastuk, hát ő gyakorlatilag Szent Istvánnak, a protomártírnak a megkövezésénél is tevőlegesen vesz részt. Hát pont a ruháit őrzés, mint ö, gyakorlatilag a törvénynek a képviselőjeként, akkor ő még hát, Saulus névre hallgat, és Paulusztól még nagyon távol van. Majd a Damaszkuszi országútól lesz ez a nagy, hatalmas nagy fordulat, ami tényleg egy ilyen megrendítő fényjelenség kíséretében valósul meg. És mi a megrendítő? Miközben megy és eltökélt szándéka, hogy a keresztények további üldözésében részt vett. Hát, mi jártunk Damaszkusznál, ott is, ahol úgy mondott kosárban, kosárban, és akkor emlékezzünk a kosárnak a szimbológiai jelentőségére. Hát amikor menekülnie kellett így a város falon, így városból menekülés közben úgy leengedték és kiengedték. És nagyon érdekes, hogy ott is vannak freskók, mert van egy Szent Pál templom. Kicsit új keletűek a képek, de nagyon lényeges, hogy Szent Pál hófehér lovon ül, amikor ez átló irányából ez a hatalmas fény úgy úgymond telibe találja. És ha elmegyünk Székelyderzse, Székelyföldre, ott is lehet Szent Pálnak úgymond a megtérését látni, és ott is lovon ül egyébként, és ott bukik előre, mert miközben, hát maga Jézus Krisztus jelenik meg ott a Székely Derzsi templom festményén, és a kezéből Jézus Krisztusnak, mint hogy ilyen hatalmas, húsos energia cseppek zuhognának, tehát mint egy ilyen energia zuhatak, de hogyha nem tudom, hogy mi az, és csak jelenetet nézem meg, mint hogyha felhőszakadás lenne és eső lenne. Hát nóta, benne mikor van jóra forduló Szent a napja? Január 25-e, tehát vízöntő. Tehát nyilván való módon valahogy jelezni kell az esztendő körén belül is azt a tulajdonságkört. És a fényből megszólal egy szelít hang, mert vannak, akik ezt... Nem fogadják el egyébként, hogy soha nem tért meg, és ez csak mese. Ilyen mesét már elnézést nem lehet kitalálni. Tehát ezt valaki vagy megéli, vagy soha az életben, ha ki akar találni, akkor nem így fogja kitalálni. Mert ha én ki akarom találni, akkor hogy találom ki? Megszólal egy mennydörgés robajra emlékeztető hangos Saul. Még egy húzásod van, fiam. Na jó, de nyilván ez is túlzás. De amit mond, Saul-Saul, miért bántasz engem? Na most ilyet nem lehet kitalálni. Ez vagy így szólalt meg, és így hangzott el, hát vagy hangsúlyozom, tehát ez egy olyan tétel, ami mindent felülír, szelít hang. És mikor kiderül, hogy ez maga Jézus Krisztus, még valami történik Saulunkkal. Ezt megint nem lehet kitalálni három napra elveszíti a szeme világát. Tehát eddig rosszul láttad a dolgokat. Most belülről újjá születve, most majd új fényben, új megvilágításban fogod látni a dolgoknak a menetét, csak bárhogy nézzük, ebből a szerepkörből viszont még egy, túl, egy pálos rendre jellemző tevékenység az, ami nem nagyon kigazdálkodható. A nemzeti elkötelezettség. Gondoljuk végig. Tehát Tébai Remete Szent Pál Egyiptomhoz kötődik. Szent Pál Saulusból úgymond a zsidó kereszténység világához kötődik, aztán hogy ő, ő nem is zsidó kereszténység, tehát a zsidó vallás irányából hogy lesz keresztény, és az milyen kereszténység, most ezt megint tegyük zárójelbe. De itt, mintha lenne még valami. És miután tudjuk azt, hogy barlangok mélyei, tehát nagyon ősi úton indul el a pálos rend. Hát eleve pilis és a pálos szavaknak ez a mással hangzós összecsengés, ez mindenkinek feltűnt, aki valaha foglalkozott ezzel a kérdéssel, és mindig úgy tűnt fel, hogy szinte még propagálta is. De mi váltja ki azt a nagy szeretetet a nemzet irányából? hogy lehetséges az, hogy még Károly Róbert is, aki a nemzet iránt hát olyan egészen különleges kapcsolatban volt, de amikor a Pálos rend akkori vezetője éppen Buda haldokolt, akkor az ország túlsó oldaláról lóhalálában vágtatott Károly Róbert, hogy a haldokló rendfőnökkel, pálos rendfőnökkel még szót tudjon érteni, és még beszélni tudjon és végig kimutatható az a hagyomány, hát ezt is olyan gúnyosan szokták említeni, hogy véletlen, de az első időkben van nagyon fontos véletlen kapcsolat, hogy abban az évben, amikor meghal Özséb, abban az évben hal meg negyedik Béla király is. Amikor meghal mondjuk Kun László, akkor hal meg a következő rendfőnök Benedek, amikor meghal mondjuk harmadik András királyunk, és 1301. január 14-én vele az utolsó aranyágacska férfiágon, az utolsó férfiágról származó uralkodó is meghal, és onnan leányágról megy tovább az Árpádház. Tehát bármennyire hihetetlen, ez ezt jelenti. Tehát nem a fővonulat, hanem oldal lányágakból kell majd e, királyt e, e, keresni. És akkor is a Buda Szent Lőrinci Kolostorban éppen előtte egy hónappal hal meg mondjuk a Pálosrend akkori vezetője. Tehát érezni lehet, hogy a Pálosrend vezetője és a magyar király, ezek ha nem ilyen élethalára szóló helyzetben találjuk őket, akkor is van egy többlet kapcsolat. Tehát nem hétköznapi jellegű ez a kapcsolat. Jó, szent életet élnek, remeték, keresztények vagyunk, milyen jó dolog ez. Valami többlet itt megjelenik. És ez egy kormányzás, uralkodás, szakrális királyság életében úgy tűnik, rendkívül fontos tényező. És amikor meghal Mátyás király idején a, a hát egy ilyen nagyon, tudós, bölcs, jókedélyű vezetője volt a pálos rendnek, ha jól emlékszem, Benedeknek hívták, de utána lehet nézni a névnek. Hát Mátyás király nem volt egy ilyen, gondom érzékeljük, azért könyv nem mindig futott végig az arcán. És leírják a kortársak, hogy hogyan gyászolta meg. Tehát könyv szökött a szemébe, és azt mondta, hogy meghalt. Tehát meghalt ez az ember pálos rendnek az akkori vezetője. És ez, 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 a szívében egy akkora fájdalommal és gyással jár együtt, mert ilyenkor nem is tudjuk, hogy kit veszítünk el. És amikor meghal Mátyás király, akkor a pálos évkönyvek, ez is legendás idézni szokták minden népszerűsítő munkában, akkor az szerepel, hogy az egyik, pál, egyik holló síratja a másik hollóst. Miért? Mert a Pálos rend címerében is holló van, és Hollós Mátyás címerében is holló van, és itt lehet érzékelni azt, hogy a nemzet élete, és ez a szerzetes rend milyen szorosan kapcsolódik össze, és hát aztán nyilván ők készítik fel a nemzetet arra, hogy a nagy bajokat és a nagy ö, problémás időszakokat egyáltalán vérvesztességgel, teli időszakokat, megpróbáltatással teletüzdelt időszakokat át tudjuk élni, és tovább tudjunk jutni. De a hagyomány szerint van egy olyan pálosz, vagy pál, és hát ilyenkor szoktak egy kicsit olyan, olyan gyanús szemmel nézni, most elnézést, tehát most a nevek mentén vizsgálódunk. Tehát a pálosz akkor is létezett, ha nem veszünk róla tudomást. Csak ki volt ez a pálosz? A hagyomány szerint és ezt ókori kútfők, tehát ez azt jelenti, hogy Hérodotos, Szicíliai Dírodoros is megemlítik, az kítanép történelmi ősmúltja vonatkozásában említik meg, hogy van szkűtész, ő a két, szkíta, a Skita őse. És ennek a szkűtésznek van két daliás szép fia. Az egyik Naposz, ki lehet találni, hogy itt melyik égitest neve jelenik meg görögös végződéssel, a másik viszont Pálosz. Pálosz. Tehát Naposz és Pálosz. Na most ebből lehet gyanítani, hogy itt tényleg egy olyan, de bukdácsolni is lehet. Tehát ezt nem kell követni, nyilván, ha mellette szólnak érvek, akkor majd szólnak, de mindenféleképpen tegyük zárójelbe, mert úgy tűnik, hogy rendkívül fontos jelenségről van szó. És a hagyomány szerint ez a bizonyos szkűtész, akit említettem, nem fogjuk elhinni, ókori forrásokat idézek, elmegy tébába. Tehát szkűtész elmegy tébába, és ami Szent Pálunknak, hogy szól a beazonosítása? Tébai remete Szent Pál. Tehát van ilyenfajta kapcsolat és még hát egy kicsit ez most száraz tételnek számít, de olyan természetesnek vesszük, hogy mi felvettük a nyugat-európai kereszténységet, azt a latin ritusú kereszténységet, hát ami, ami, tényleg nagyon jól hangzik, de azért kicsit pontosítani kellene. Nem ilyen egyszerű a dolog, miért? Mert az egyházszakadás 1054-ben történik. Tehát hivatalosan 1054-ig, lehet azt mondani már régebben, meg soká, meg ez az 1054 csak egy dátum, ilyenkor csak egy dátum, ugye? Tehát a két római egyház közötti, a nyugatrómai és a keletrómai, a görögritusú bizánci és a latinritusú római közötti kapcsolat 1054-ben szakadt szét. Tehát Szent István idejében, ha őt nagyon formaságok mentén tartjuk számon, akkor sem mondhatta volna azt, ami elhangzik mindig remek művekben, hogy válaszd Rómát holnap tiéd az ország. Mert akinek mondja, az, amit mond, Bizánc jelét magamra vettem. Most akkor melyik Rómát kell választani? Hát Bizánc uralkodója, Bazileusz Romájon, az római birodalom ugyanúgy. Na most nem ez okozza a fő gondot itt, ezt csak mondom, hogy még a leghivatalosabb tájékoztatási szintek is bagatelizálják a dolgokat. Hogy nyugat. Miért kell nekünk? Nem is létezik az a nyugat, mondjuk Géza fejedelmi Szent István idejében. Hol létezik Franciaország, Spanyolország, Olaszország, vagy, vagy éppen a nagy angol, brit világbirodalom? Hát mindig elmondja az ember azt, hogy Edvard király, angol király, és ez még csak egy velszi tartomány, még csak nem is a mai Skócia világos. Tehát gondoljuk végig. Tehát oda zárkózunk fel, ami nincs. Papíron nagyon is van, mert nagyon jó a papírozás, azt gondolom, tudjuk. Eltüntetik a tárgyi emlékeket, utána már úgy papíroznak nekünk múltakat, ahogy éppen gondolják és akarják. De van egy fogaskérdés. Miért Tébából, Egyiptomból hívja elő hivatalosan, boldog Özséb, tehát milyen kapcsolat létezik itt déli irányba, Egyiptom irányába? És kevesen tudják, de Tébai Remete Szent Pál népszerűsítése nyugaton, népszerűsége olyan módon, hogy mondjuk uh, Izenhelymi oltáron Grünewald festményén, ahol megjelenik tébai remete Szent Pál is, és Szent Antal is, hát az, hogy belekerül a nagy egyházi mű, hát Grünevold egy óriás volt a maga idejébe, 15. 1400-as évek második fele, vagy még átjön a 1500-as évek elejére is. Tehát az, hogy ennyire foglalkoztatja a nyugati kereszténységet tébai remete Szent Pál, ők Szent Antalig jutottak el, Kinek lehet köszönni? Hát a magyar alapítású szerzetes önnek, a Pálos önnek. Tehát egyszer csak ott is népszerű lesz, ott is berobban ez a hagyománykör. És miért érdekes? Első remete Szent Pál. Mi a lényeges az első megnevezésbe? Hát ki volt a világ első királya? Nimrod. Ki volt Nimrod? hunok magyarok, tehát hunornak magyarnak az atya volt a hunok, vagyis a magyarok pedig onnan származnak és erednek. Ki volt a magyarok első királya Jézus születése utáni krónikás hagyományuk alapján? Hát nem Szent Istvánnal indul, hanem Attila. Gondoljunk Zrínyi Miklós ide vonatkozó Ö versére, én vagyok magyarnak legelső királya, én utolsó részül kihozója, én lehetek tehát magyarnak példája, hírécs birodalmát, hogy nyújtsa szabjája. Hát nem Árpádháznak hívták őket a középkorban, hanem Turul nemzetség, Attila király nemzetsége. Megint mit nem lehet ebbe megérteni? De tényleg mit nem lehet ezekben megérteni? Mi általában ilyen két évszázados szórásban tájékozódunk, amikor kizökkentik, a hagyomány és hagyomány közötti szerves-organikus kapcsolatot a maga kerékvágásából. És Szent István a magyarok első királya. És nagyon nagy kérdés, hogy a magyar szerzetesnek ez a példaadó őse, Tébai remete Szent Pál, ő volt-e az első remete, vagy nem ő volt? Addig, és a hagyomány legenda nagyon szépen elmondja Szent Antal legendája, hogy Szent Antal is valahol ott remetéskedik, nem messze, és kicsit elkönyveli Szent Antal magába, remete Szent Antal, kicsit öntelten, hogy hát ő a világ legnagyobb remetéje. Ő a remeték remetéje, ő a remete, ő az első, ő minden. És akkor kap egy intést, Antal-Antal. Nem te vagy. Kicsit nézzél körül, menj el Tébába, keresd meg Szentpált, mert bizony ő az első remete, ő indította el, de 200 évvel, több mint 200 évvel, 270-es években járunk. Hát senki nem gondolhatja komolyan, hogy addig nem volt remete élet. A remete élet gyakorlatilag minden vallási környezetben megjelenik, akármelyik világvallást veszünk alapul, egyszer csak ott, ott találunk. Tehát mi lehet ennek a töblete? És hogy lehetséges az, hogy egyiptom szólal meg? De már ott van szkűtész, már ott van ebben a korban is egy ilyen név. Na most egy biztos az ókor végén két ö, nép marad a porondon, és miért? Mert a népek elkezdenek kutatni és versengeni, hogy melyik a világ legősibb népe legrégebbi nemzete. És megint ókori történetírók, akiket eddig is említettem, elmondják magyar krónikában, például Tóróci János krónikájába is részletezően belekerül, nem az Egyiptomit tartották a világ legősibb népének, hanem maguk az egyiptomiak is elismerik, hogy a szkéták a világ legősibb népe. Legrégebbi legős, minden ősi, csak amelyik azonos maradt, mondjuk saját anyanyelvével, saját műveltségével. És elmondják ókori szerzők, római történetírok, hogy két népet lehet kapásból felismerni, akik senkihez nem hasonlítanak. Egyik néphez sem hasonlítanak. Az egyik az egyiptomi, a másik az kíta. Tehát ezek voltak az ókori népek számára a legjellegzetesebbek, a legmarkánsabbak. Na most ehhez képest, hogy a több tízezer éves, vagy szólón tanúsága szerint Platon leírásában, ókori forrás szerint, Szólónnak, aki Görögországból megy oda, egyiptomi papok mondják el, hogy ti görögök csak csecsemők vagytok, nincs is multatok, olyanok is vagytok, még pelenkázni kell benneteket, önállóságotok sincsen. És elmondják, hogy mi szinte minden egyes templomban, minden egyes napot minimum 12 ezer évig tudunk visszakövetni. Na most ehhez képest nem az egyiptomi volt a legősibb, hanem a szkíta. Na most ehhez képest a Szpap részletezni szokta, hogy az egyiptomiaknak a hivatalos egyiptológia, ókor történet kutatását 3000 évet. Jézus születés előtt 3000-től körülbelül Jézus születéséig ezer év kerekedik ki. Ők nem a legrégebbiek, és ők maguk ismerik el, hogy melyik a legrégebbi, na most a szkítáknak pedig a hivatalos kutatástörténet 7. századtól 4. századig körülbelül 300 évet engednek. Na most gondolom érzékeljük, valakit elképesztőet hazudik vagy felületes, vagy tájékozatlan. Na most itt lép be egy őstörténeti vonal, hangsúlyozom, ami egyelőre lebeg, nem járunk a mélyére, hanem megpróbáljuk még azt az utat végig járni, ami Tébai Remete Szent Pálhoz kötődik, mert ő a Nílusnak nem a jobb oldalán remetéskedik, hanem a bal oldalán. Na most bal oldalán van a Holtak városa. Ez a királysírok, királynésíroknak a völgye, gondolom nagyon ismerős Tutankámon fára is, onnan ott tárták fel az ő sírját. Jobb oldalon van, a keleti parton van, Karnak Luxor, tehát az ő téba, ez egy új keletű név, tehát Ámonnak a szellemi központja. Most nem akarom dramatizálni, de hogy Valahogy úgy érzékeljük ezt a fajta kötődést. Még a legkorábbi szövegek is elmondják Tébai Remete Szentpárról, hogy egy olyan teremben vagy barlang teremben remetéskedik, ahol fáraó-kori ősi emlékek vannak. Tehát az ember kicsit olyan humorosan, tréfásan szokta mondani, és kicsit kijebb jövünk egyébként a Tébai Királysírok völgyéből, tehát kiebb ott már az őskereszténység idejében nincs olyan hegyoldal vagy sziklafal, ami ne lenne tele ilyen remete lakokkal. De nyilván nem ott remetés kellett, hanem egy kicsit beljebb. Tehát meg lehet kockáztatni, de nem kockáztatom meg, mert félreértésekre adokod, de hogy az, azért mégiscsak itt valakiknek szinte a társbérlője volt. Egy hatalmas nagy ókori múltnak a társbérlője. Tehát hogy mondjam csak. Tehát az a levegő, az az atmoszféra. Egy új világkorszak és új keresztény vallásnak a küszöbén a kettő az nyilvánvaló módon valamilyen kapcsolatba kerül egymással, mert semmi jelen nincs annak, hogy ott elkezd térítői tevékenységet folytatni. Miért nem kezd éritői? Mert egyedül van. Hát aki járt a királysírok völgyébe, hát én két helyen hallottam életembe ekkora csendet, hogy az ember akkor döbben meg, hogy mekkora csend van, hát nem is két helyen, három helyen, de az egyik az a királysírok völgye. Most képzeljük el, hogy déli nap olyan a fény hatása, hogy az ember tényleg alig bír talpon maradni, és elképesztő csönd. Tehát a fény és a csönd. Szóval ez nem véletlenül oda temetkeztek. Miért? Mert jól van éjszaka is, de mi a lényeg? Az, hogy csönd legyen. Csönd. Hát nézzünk meg egy várost, hogy milyen vagy bármi. Tehát állandóan zajban éljük az életünket, és ez, ez nehogy azt higgyük, hogy nem hat ránk, de mivel megszoktuk saját magunkat, azt hiszük, hogy ez a természetes szellemi állapot, de elmondja minden tudós, kutatós, agykutató, hogy nemzedékről nemzedékre az emlékező képességünk az nem hogy gyengül, korcsosul. Tehát egyre kevesebb dolgot tudunk emléke. Hát régen egy maha paráta eposzt fejből elmondtak. Vagy Mansi Hanti földön mondjuk egy ilyen, mindjárt lesz szünet, tehát egy ilyen medveszertartásos, hogy a három napig mondják a szövegeket, hogy érthető legyen. Ma egy gyerek tud két verset, már micsoda a memóriája. De az, hogy tanuljon meg számolni éjjel-nappal, az, az az megjárja, és nem tűnik fel. Minél többet racionalizáljuk egy gyereknek pedagógiai szinten az észjárását, annál inkább az emlékező tehetsége látja meg ennek a, a ö, ö, kárát. Tehát, tehát ezekre oda kell sajnos figyelni, de hát nem nagyon szoktuk megtenni. Minden esetre, a pilisi pálos rend mégiscsak így apostrofálódik, hogy a pilishez van valami kötődésük. Miért? Azért, mert a legfontosabb kolostorok, pálos kolostorok, mégiscsak az első lépésben, 3 plusz 1-es rendszer keretében a pilishez kötődnek. Hát minden nem fogok felolvasni, de azért ö, érdemes tudni, hogy a Pálos rend történetében a Buda Szentlőrinci Pálos kolostor is a Pilisi tájhoz tartozik. Tehát fő kolostoraik a Pilisben. Így szól a szöveg. A Szentkereszti, Szentléleki, Szentlászlói és a Buda Szentlőrinci. Na most Buda Lőrinc, az Buda fölött volt. Gondolom tudjuk, most a Hárshegy és a Jánoshegy nyergében lévő csodálatos és impozáns és monumentális kolostori templomi rommezőt kikiáltják a Buda Szent Pálos kolostornak. Hát kikiáltani lehet, de az soha nem volt az. Pont. Világos? Miért? Mert ezt a várat nem Budának hívták IV. Béla idejében, hanem Pestújhegyi várnak. Ezért van a túloldalon Pest hideg kút. Világos? Tehát Buda Szent Lőrinc Buda fölött volt. És nagy kérdés, hogy hol volt a középkori Buda. Na most ezeken lehet hüledezni, de mondok egy nagyon érdekes példát Margit szigetről. Minden népszerűsítő munka úgy tárgyalja, hogy a Szent Margitnak a, 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 a szigete. Ez nagyon jó, miért? Mert közben van egy olyan hatalmas, megint csak világra szóló ígérettel rendelkező középkori rommező, aminek az egyik része egy alapfalakig vissza bontott, vagyis hát megrongált, leomlott templom, a maga körvonalai mentén megerősödve. Kedves budapesti állampolgárok, akik nagyon oda vannak Szent Margitér, meg nagyon keresztények vagyunk, meg nagyon európaiak vagyunk, meg nagyon okosak vagyunk, meg nagyon nem tudom mik vagyunk, elnézést, miért nem végeznek ott régészeti ásatásokat? Miért nem végeznek régészeti feltárásokat? Világos? Árpád-kori rom területről van szó. Senkit nem érdekel? És ott el van helyezve Szent Margitról tényleg oldalkápolna, gyönyörű szép szövegek, előveszünk egy régészeti topográfiát, és hogy szól? Mint tudjuk, nem ez volt a sziget. Világos? Na így kell lesz, mint tudjuk csinálni. És becsületesen komoly szakmunkákban, mert van ilyen is, elmondják, hogy eleve ez a sziget túl kicsi ahhoz, hogy az eredeti sziget építményeinek helyet adjon. Ugyanis királyi palota volt a szigeten, János lovagoknak a vára volt a déli részén, északi részén az Esztergom érseknek volt az őrtornya, nyaralótornya, kertje, kastélya. Akkor a Szent Mihály eh, eh, Premontrei rendnek volt ott kolostora, tehát a királyi palota. Tehát most képzeljük el, hogy egy királyi udvartartás az azért nem két-három főből fog állni. Még szünet előtt gyorsan elmondom, hogy ez mit jelent. Amikor Vitéz János Esztergomi érseket Mátyás király Esztergomba hárzi őrzetbe tartja, akkor a, csak a legszűkebb személyzetét hagyja meg Vitéz János környezetébe. Ez alapjáraton több mint két-háromszáz ember. Világos? Most azért gondoljuk végig ezeket. És akkor elmondják, ha hát biztos a hajó gyári sziget volt az. Most pénz az ablakban, csak jelzem, hogy óriási gondok és problémák vannak, mert romok mindenhol vannak. Azonosítás innentől kezdve bármi lehet, de fent a Hárshegyi nyerekbe, gondolom tudjuk, ha elmegyünk osztrára vagy bárhol, ahol szerzetesi templom van, hogy lehet a szerzetesi templomot azon nyomban fölismerni? Miben különbözik egy nem szerzetesi templomtól? Mivel a szerzetesek mégiscsak, hogy mondjam, vallási elkötelezettséggel felszentelt emberek valamilyen szinten, nekik nem a templom hajójában van a helyük, hanem templom szentélyében. Menjünk el Mária-Nosztrára. Tehát a templom szentélye nyújtott szentély, miért? Mert a szerzetesek ott foglalnak helyet. Na most annak a templomnak, Buda Szentlőrinci, Hát ezt felépítik, azért, hogy mivel a Szent kereszti Szentléleki szent Lászlóit kinőtték, ezért építenek Buda fölött. Na most milyen templomot építettek minden jel szerint? Hát nyilván logikus, hát szerzetesi templom, tehát a szentély az meg van nyújtva. Menjünk oda fel, mekkora a szentély, körülbelül ekkora. Tehát legfeljebb azt lehet mondani, körülbelül tényleg, mint itt a pulpitus és a széksoroknak a helye, körülbelül így aránylik a templom hajója, a templom szentélyhez, körülbelül ilyen méretekben. Az, hogy megkaphatták a pálosok azt a templomot, mint annyi mást, a maga építményeivel, azt el lehet fogadni. De egyáltalán nem biztos, hogy az volt a Buda Szent Lőrinci. Honnan tudjuk, és ezzel mindjárt elkezdődik a szünet, amikor a törököt kiűzik, akkor jönnek vissza az érdekeltek is, és a pálos rendnek a képviselői is jönnek vissza, hogy a pilisi kolostoraikat és a Buda-Szentlőrinci kolostorokat hát, ha sikerül azonosítani, megtalálni. Mi a döbbenetes? Nem találják meg. Na most itt a Budakeszi felé, ahogy átmegyünk a nyergen, még a 19. században freskos falak álltak, világos? freskós falak. Tehát ez azt jelenti, hogy sokkal magasabbak voltak a falak, csak hát ilyenkor az van, hogy a környező lakosság ott van egy lehetőségként a köveket, mozdítható köveket szépen lassan elhordja. Pilis Maróton szállnak meg az 1680-as, 90-es évek fordulóján a visszaérő pálosok, hogy felkutatják a Buda fölötti kolostorukat. Na most hol van a szállásuk? Ezek dokumentált tények. Pilis Maróton. Bejárnak mindent, és azt mondják, hogy nem találják. Én viszont megtalálom az alkalmat a szünetre, 10 perc szünet következik. Köszönjük szépen a figyelmet, és akkor megragadám az alkalmat, hogy jelezzem felétek, hogy Lajos egy nagyon komoly gondolatot ébresztett így bennem, hogy Pest új hely, tehát Pest új hely az gyakorlatilag, hogyha belegondolunk, akkor ha valaki egy kicsit is foglalkozott őstörténettel, nem kellett húsz éve, csak pár éve kicsit kutakodott, akkor tudja nagyon jól, hogy Pest, miért csak Pest és miért nem Budapest az, aminek hívtuk régen ezt az ősi várost. És ez a apáink és hagyományaink okán, ez bennünk van. Mert hogyha tegye a szívére a kezét, aki elmegy mondjuk Balatorról, föl akar jönni Budapestre, mit mond? Pestre kérek egy jegyet. Nem azt mondja, hogy Budapestre tehát, hogy bennünk van belég ívódott, nagyapáink, dédapáinknak a gondolatvilága, és ez tudatalat működik. De erről most ennyit, inkább arról ö, beszélnék így a szünetben, hogy ö, a programokat idézném föl nektek, hogy jövő héten Arany János ö, születésnapja okán Bajer Zsolta, ö, mint nem csak publicista, mint irodalomtörténészként fog itt fellépni a színpadon, és hetedikén Arany Jánosra emlékezünk meg. Aztán 8-án uh, Fimea, Fairlight, igen, Varga Ádámmal Fairlight produkció lesz itt, úgyhogy arra is szeretettel várunk. Jövő héten, tehát csütörtökön és pénteken uh, nyit ki a szellemi műhelyünk. Aztán 15-én úgy fest, hogy mivel itt március 15 e megemlékezés lesz itt tőlünk nem messze, illetve az egész városban is rengeteg uh, vidéki, nemzeti érzelmi magyar ember is feljön Pestre, nem csak a pestiek élvezhetik a, a polgári mulatónak a működését, hanem hogy hát szeretnénk, hogy azok is, akik esetleg a YouTube csatornán kapják meg az információt, és lehetnek a, a polgári mulató életében otthon, azok, azok azoknak legyen létjogos útság, hogy itt legyenek. Úgyhogy azt találtuk ki, hogy március 15-én, itt a múzeumkertben a beszéd után, legyen, legyen, jöjjünk össze, beszélgessünk, találkozzunk, és úgy gondolom, hogy ennél nem lesz nagyszerű alkalom, mint hogy a nemzeti jobboldali sajtóklubnak adjak otthont itt a polgári mulatóba, és Bajer Zsolttal, a Bencsik Andrással, az igazi klasszikusokkal, illetve Gajdi Csottóval, és hogy a fiatalokat is elérjük, én azt gondolom, hogy Kohán Mátyásnak is itt a helye, és hogy a 15-én itt találkozzunk ilyen 3 és 6 között, még nem tudjuk az időpontot, hogy mikor lesz a beszéd, de azt követően egy jó órával gyertek el, és találkozzunk itt, egy, egy jó kis helyiség itt a Budapest kellős közepén, hogy, hogy nemzeti érzelműek beszélgessenek, találkoznak, és, és értékeljük ezt a beszédet, amit fog tőlünk egy olyan 200 méterre elhangzani. Úgyhogy nagyjából így ez a program, amit felvázolnék, úgyhogy most a szünetre. Igen. Tímának igaza van, aki még nem iratkozott fel a YouTube csatornánkra, az most tegye meg, akinek nincs még esetleg e-mail címe átadva Tímának, az most tegye meg, hogy értesítést kapjon a, a, az előadásainkról. Köszönöm a türelmet és a figyelmet. Tehát akkor a <laughs> Pálos rendnek a eszmetörténetét folytatjuk, és nyilván ami elhangzik, ez nézőpont kérdése, hogy ki mibe akar belekötni, bármibe vele be lehet kötni, de dolgoknak utána kell járni. Ugyanakkor pedig, ami tény, az tény, ami pedig a tényekről kialakított elképzelés, az meg a tényekről kialakított elképzelés. De felmerül egy olyan fajta kérdéskör is, hogyha ezt a Pilisi Pálos ügyet most Földrajzi értelemben nézzük meg egy kicsit, akkor hova tudunk eljutni. Hát említettem, hogy mit jelent rögtön az elején a pilisi terület, meg központ, mint a rend egyik születési helye vagy bölcsője. Most, hogy mégiscsak nem maradjon idézet nélkül, ami elhangzott, tehát akkor emlékezzünk vissza akkoriban kolostoruk például a Szentlőrinci, Szentkereszti, Szentléleki, Szent, 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 Szent Lászlója Pilisben. Tehát ez volt a pontos, helyes idézet. Következő idézet. Életszentsége miatt a kegyes negyedik Béla királynak igen szeretett barátja volt, őt Benedeknek hívják, ő következik Özséb után a rend Ezért a Pilis szigetén lévő palotáját, gondolom fölfigyelünk valamire, Pilis sziget, Inzula Pilis. Pilis szigetén lévő palotáját, mely vadászatra volt berendezve, minden tartozékával neki ajándékozta, hogy abban kolostor legyen. Következő idézet. Az úr 1287. évében negyedik László király ajándékozta, remete testvéreknek ajándékozta a Pilis szigeten levő bizonyos Bende nevű területet a palota közelében, azzal a szándékkal, hogy itt az imádságnak templomot építsenek. Tehát ez a Pilis sziget, ez egy nyilván sokak számára ismert jelenség, sokak számára nem, de ez általában földrajzórákon is tanítják, tehát geológiai tényről van szó, hogy a Pilis az valamikor sziget volt. Tehát nem az a kérdés, hogy nem volt sziget, hanem az a kérdés, hogy meddig tartott a Pilisnek sziget volta, de föltörténeti időkben teljesen egyértelmű, és egyetemi tananyagként is szerepel. Na most a Duna folyó, gondolom, tudjuk, Csallóköz, Szigetköz, Szentendrei-sziget, Csepel-sziget, tehát attól, hogy Pilis is lehetett, Inzula, vagyis Pilis-sziget, ez ne okozzon már akkora nagy problémát. Ráadásul a hegyeknek és a Dunának a nagy kanyarulata, hogyha ránézünk egy domborzati kép, térképre, vagy úgy körbe járjuk, hát lehet látni, hogy a, egy hatalmas nagy szív alakú rendszer jön létre szemünk láttára. Ennek a hatalmas szív képződménynek, földrajzi egységnek pedig a kellős közepét mind a mai napig a szív működésére jellemző dobogás, dobogókő megnevezésre gondoljunk. Ráadásul a középkorban nem egyszer elhangzik egy olyan ö, Megfogalmazás, hogy országunk szíve, országunk közepe. Tehát egy, egy teljesen általános meghatározásról van szó, amit a középkorban is használtak, térképnézés közben ma is fel lehet fedezni, és hogyha valaki mondjuk dorog irányából megy, akvinkum irányába, Hát ott van egy ilyen hegyvonulat, ami ezt úgy megakadályozza, de ha azon átmegyünk, akkor Pilis Csév től kicsit lejjebb, mind a mai napig egy ilyen Dunameder szélességű, most éppen folyamatosan évtizedek óta feltöltés alatt álló meder területet lehet látni. Aztán emlékezzünk vissza a túloldalon, ha valaki arra jár, Sojmártól, mai Óbuda irányába, hát ott is megjelenik ez a nem lehet mással azonosítani, hogy hegyek itt, hegyek ott, és egy teljesen sép szélességű terület, aminek a növényzete is gyakorlatilag ezt a vizes világot még idézi. Tehát egy szónak száza vége: Inzula Pilis. Tehát Pilis sziget, tehát gyanítani lehet, hogy a Duna minden irányból, mint folyóvíz, körbevette ezt a rendszert, és hogyha a vizet visszafelé tükröztetjük, mint szót, mint fogalmat, akkor hova jutunk? Magához a szívhez jutunk el. De ez most csak egy érdekességként említettem meg, hogy érzékeljük azt, hogy ez mégiscsak királyi központ volt. Tehát akárhova teszem én Budát. A mai Budapest is tulajdonképpen ennek a rendszernek, hát ha nem is a kellős közepe, de a legalsó része. Tehát szerves egészében hozzá tartozik. Más kérdés az, amit minden történész régész tud, hogy ezt 1250-es években mai Budai Várhegyen, amit Budait nevezünk, akkor épít várat negyedik Béla magyar király, és az ő idejében tudjuk azt, hogy van Vétusz Buda, tehát Ó Buda, van Buda, és van Új Buda is, Új Buda is. Na most Új Buda nem azonos Újpesttel, ezt nem kell különösebben hangsúlyozni. Tehát végül is felmerülnek kérdések, és ha említettem a szigeti kérdéskört, akkor azt is érdemes megemlíteni, hogy ráadásul nagyon sok történelmi dokumentum maradt meg, többek között az is, hogy melyik szigeten épít lányának, úgymond domonkos rend keretén belül templomot, kolostort, negyedik Béla magyar király, Ráadásul oda-vissza levelezésből ismerjük, mert Ince pápának is elküldi, a pápa visszaküldi, tehát oda-vissza dokumentált ügyről van szó. Visegrád mellett. Onnan tudjuk, hol van Visegrád. Visegrád mellett a pilisben van egy hegy, ami nagyon alkalmas várépítésre, és ez a vár fogja védelmezni a Duna szigetében lévő apácákat. Na most gondoljuk el mai Visegrádról, hogy védelmezi a mai Margit-szigetet. Hát a mongol-tatár, hogy úgy mondjam, lányrabló kollégium nagy öröme, mondjuk nem is tudnának bejönni az országba, ez más kérdés, nem tudom, hogy érzékelünk-e dolgokat. Hiába a tények, hiába a dokumentumok, arról csönd van, majd úgy beszélnek róla egy idő után, mint hogyha az ide vonatkozna, aztán elmondják, hogy persze, hogy nem ide vonatkozik, mert mint tudjuk, de akkor prospektusokban, idegen nyelveken, miért kell ezt a látszatot kelteni. Egyébként gyönyörű a mai margin is, és hangsúlyozom, azok a középkori európai templom építészetnek és kisegítő épületeknek egy, egy pazar maradvány van ott. Tehát ez nem arról van szó, hogy akkor az, az le, hanem arról van szó, hogy utána kell nézni dolgoknak. Na most maga a pálos rend, hol ugrik ki a többi szerzetes rend világából, mert szerzetes rendek vannak. Mi az a Különleges, delejes titok, ami őket körbeveszi. Egyszer elbeszélésből hallottam, és ez nem úgymond katolikus berkeken belül, hanem református család, csak hogy mit jelent az, hogy egy egész nemzet szívügye a pálos rend felekezeti, hogy úgy mondjam, kérdések félretételével. Tehát elmondta egy nagy tiszteletben álló ö, idős asszony, aki református volt. Hogy kisgyermek korától kezdve, ő nem tudja, hogy honnan és miért, de a fehér barátok iránt, a pálosok iránt, valami vele született szeretetet érez. Tehát azt nem kívülről mondták neki, hanem, hanem pillanatok alatt. És közben, hogyha megnézzük azt, hogy milyen felekezeti világból, nyilván nem olyan nevelést kapott. Tehát ezt szokjuk meg, és amitől nagyon félnek. Nem tudom, hogy miért félnek, ahelyett, hogy örülnének neki, az más kérdés, hogy mindent lejáratnak. Hát ne felejtsük el, ma már alig tudunk kristálytiszta, gyönyörű magyar szavakat kimondani, mert ezer más jelentés réteg terhelődött rájuk. Nem is említem itt meg, mert teljesen fölösleges, mert mindenki tudja nyilván, hogy miről van szó, ha egy sokszínűséget, mint egy hidat elképzelünk, vagy valami anyai meleg ölre gondolunk, vagy egyéb jellegű dolgok. Na most a táltos fogalom is ám ezen ment keresztül. Tehát az elmúlt 30 év alatt egy olyan kálvária, nem is tudom, hogy milyen a folyamaton ment keresztül, hogy az ember csak néz. Én még annak idején. Székely keresztúr fölött a Jézus kiáltó nevezetű hegy tetején. Ott beszélgettünk Lukács atyával, Dacó Árpáddal, már akkor is nagyon öreg volt, Ferences rendi szerzetes, a csíksomjói babba Mária hagyománynak ő volt a tudós papja. Több könyvet is megjelentetett. És hát beszélgetés közben a nap már ment lemenőbe, szálltába volt, úgy belenézett a lemenő nap pirosló, vöröslő fényébe, könyszökött a szemébe, tehát nincs túlzás, könyszökött a szemébe, és csak annyit kérdezett, táltos. Hát van ezeknek fogalmuk arról, hogy mi a táltos. Hát az égi táltos a néphagyományba, és ez nem összekeverünk dolgokat, hanem vegyük észre, hogy mi fakad szívből. Tehát ez egyáltalán nem dehonestáló. Ez egy azonosság érzet. És hát magát Bosnyák Sándor gyűjtéséből tudjuk, hogy égi táltos az egyelő Jézus Krisztus. Ez nem azt jelenti, hogy Jézus Krisztus táltos, hanem azt jelenti, hogy fogjuk fel, hogy a magyar néphagyományban milyen becsben van a táltos tevékenységi kör, amikor elmondják, hogy ők a szegény emberek jótevői, ők mindig jót tesznek, gyógyítanak, segítenek, ők gerjesztik az időjárást, a mennydörgést, a villámlást, az égben harcolnak, a birodalomért, Őrzik a földet, és Arany Jánosnak van egy költeménye az utolsó magyar, Arany János. És megjelenik egy öreg ember, és elmondja azt, hogy ö, öreg ember, táltos, szent ember. Tehát az, hogy szent ember és táltos, még Arany János idején is gyakorlatilag valami hasonló világot fog megidézni. Miért mondom ezt? Mert van egy, nem tudom, hogy mennyire új keletű, mennyire régi, de én magam az 1980-as években egy rádió műsorban egy régész nyilatkozott, hát az ember erre kapta fel a fejét, hogy valami pilisi ügyről volt szó, és úgy megemlítette, tehát régészként, hogy a fehér barátok, vagyis a fehér táltosok, vagyis a pálosok. Na most tehát újra elmondom azt, hogy azt mondják, hogy fehér barátok, vagy táltosok, vagy táltos papok. Tehát népünk hagyománya szerint Szent Istvánnak táltos lova van. Népünk hagyománya szerint Szent Lászlónak, sőt, krónikás hagyomány szerint is táltos lova van. Népünk hagyománya szerint a szögnevezetű táltoslova van Szent Lászlónak, Mátyás király táltoslovát is ismerjük, holdasnak hívják, és elmondja a néphagyomány szerte a Kárpát-medencében ismert gyűjtés, hogy éjszakak, mikor ment világított. Na most elnézés, holdasnak hívják, milyen erőt fog kifejteni, hát a holdvilág fényében. Tehát semmi dehonestáló nincs ebben, a szeretet nyilatkozik meg. Ez nem azt hogy sült pogány, nem azt jelentő bunkó, nem azt jelentő táltos dobokat pofozgat éjjel és nappal, mert ezt így próbálják beállítani, és szeretet mutatkozik meg, hogy így könyvelik el. Én nem ezen az úton fogok tovább menni, hanem van egy olyan tétel, amit mindig hangsúlyoznak, és hát nem nagyon adják meg neki a súlyát és rangját, érdekességként elkönyvelik, és úgy igyekeznek úgy, úgy ki vonódni a jelentéstartomány világából, vagy a hatáskörzetéből. Tehát nem nagyon ismerünk olyan szerzetes rendet a kereszténység történelmében, amelynek évszázados hagyományvilágához hozzátartozik az az olyan típusú szent élet, amely a halálon is túlmutat, és ugyanakkor pedig visszacsatlakozik a földi élet irányába. Ez azt jelenti, hogy például Gyöngyösi Gergely is elmondja, hogy csak úgy megemlíti. Miért? Mert akkor ez olyan ismert dolognak számított, és még a régészet is időnként megerősíti egyébként. Tehát úgynevezett pálos középkori kolostorok körzetében nem nagyon lehet olyan temetőket találni, ami egy ilyen több száz éves, hogy úgy mondjam, folyamatosságra utalna. Most gondoljuk végig, adva van egy kolostor, élnek ott attól függ, hogy mekkora a Buda-Szentlőrinci Pálos Kolostornak a létszáma több száz volt. Ezernél valamivel, az egy templomváros volt. Hát azért ki lehet számítani 1300-as évek elejétől 1526-ig, hány nemzedék él ott, ott meg is halnak emberek. Tehát lényeg az, hogy nem nagyon van arra mutató jel, hogy hogy ilyen látványos nekropolisszá válna mondjuk egy adott terület. De ezzel ne is foglalkozzunk, mert mindenbe bele lehet kötni. Mindent lehet negligálni, cáfolni, jelentékteleníteni. De egy biztos példa Mária Völgyi pozsonytól nincs túlságosan messze, Kolostorról is azt írják, atyák romlatlan testtel várják a boldog feltámadást. Na most a legismertebb tétel viszont Mária Nosztrára vonatkozik, mert hát Kapisztrán Szent János ott járt, és akkor szó szerint az idézet. Ha valaki élő szenteket akar látni, menjen Nosztrára, a hagyomány szerint ez Kapisztrán Szent János nyilatkozza, aki viszont Ferences volt, és hát inkvizíciós tevékenységgel is foglalkozott, még 1456 Nándorfehérvári diadal előtti években. És itt jegyzi meg a rend írója, ott biztosan most is sok testvér pihen a sírjában romlatlan testtel. Ezek között nyugszik Ferenc atya is, várva a boldog feltámadást. Tehát a Mária Nosztrai Kolostornak az egyik vezetője Ferenc névre hallgatott, és nagy csodák kötődnek a nevéhez, de mi a lényeg? Az, hogy ezeket a helyeket, ahol itt is elmondja, hogy ott sok testvér, romlatlan testtel várja a boldog feltámadást, és ezeket soha nem találták meg ezeket a helyeket. Tehát nagy valószínűség szerint itt van egy rejtettség is. Miért mondhatjuk ezt? Mert amikor a török a buda szent kolostort felgyújtja, lerombolja, akkor megint az ott lévő szemtanúk írják le, hogy ezt a templomot régi fényébe, Soha az életbe már sajnos visszaállítani nem lehet. Most gondoljuk végig, hogy milyen templom lehetett, milyen pompázatos volt, hogyha a kortársak, és azért volt templomépítészeti hagyomány, soha nem lehetne. És elmondják azt, hogy a török két héten keresztül dühöngött és pusztított, mintha kerestek volna valamit. És jön a lényeg. A templom minden felszerelését viszont elrejtették, nem találta meg a török, akik valamit nyilván ott két héten keresztül egyre agresszívabb, dűvelve nem találják, amit keresnek, pusztítanak, pedig a tűz belekapott abba az ajtóba is, ami mögött az el, a templom minden régi ősi kincshez kötődő felszerelését menekítették. Na most úgy tűnik, hogy ezek az igazi rejtek helyek, hogy ott van előtte, és fogalma sincs, hogy ott mi van mögötte. Tehát gondoljuk végig, hogy a tűz és a rombolás eljut odáig, és minden, ami érték és fontos, az mögötte van, és nincs arról híradás, hogy ez ennek a megmenekített ö, ö, kincsegyüttesnek tulajdonképpen mi lett a sorsa. És a Buda Szent Lőrinci kolostor is, a Szent is, és ezek a kolostorok tényleg arról voltak nevezetesek, hogy ez a bizonyos romlatlan test. Na ebben is páratlan a pálos nem Miért? Mert ezt olyan könnyen nem nagyon lehet elérni és megvalósítani. És van olyan kegyes hagyomány is, hogy szerénységből, Szerénységből például lemond arról, hogy halála után a teste romlatlanul megmaradjon. Tehát erről tulajdonképpen lemond, szerénységből. Tehát tegyük zárójelve, hogy ez mit takarhat. A kérdés viszont tényleg így hangzik: hogy miért játszik ez ekkora szerepet? Miért ilyen fontos? Nem hivalkodnak, de mégiscsak mindig úgy előtérbe kerül, hogy erről a kolostorról is van ilyen hagyomány, arról a kolostorról is van. Tehát az, hogy romlatlan testtel marad meg valaki pályafutása végén, ez mindenhol fellelhető a földkerekségen, kereszténységen belül is. Hát gondoljunk Pió atyára. Van olyan vélemény, hogy Mincenti József is, hát nem vélemény, én magam is láttam azt a, a fényképet, amikor Mária celbe mielőtt hazahozták, felnyitották a koporsó fedlapját, és tényleg egy öreg ember ott alszik a koporsóba. És egy kicsit megnyílik a két szemhéj, és még a szemfehérje is látható. És hát, és úgy nyilatkoztak is akkor, hogy tudják, hogy romlatlan a teste. Persze ezt úgy mondják, hogy bizony ilyen magas vallási vezető esetében már halála után egy mumifikációs eljárást is elindítanak. Na de a szemnek ez a. Ezt nem lehet, gondolom, érzékeljük, ez azért teljesen más terület. Pió atyát említettem, szóval Szent Bernadett, tehát annyi példát lehet felhozni. Csak mindenhol mit látunk, egyénileg. Tehát olyan hogy sok száz éven keresztül közösségi szinten, na erre mondják azt, hogy itt viszont egy egészen különleges hagyományjal, szó szerint egy beavatási rendszerrel lehet ö, 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 számolni. És hogy van humor is, és hát tudni kell Árva Vincétől annak idején. Ö, érdeklődtem, hogy miből fordította, hogy fordította, hogy tette közzé. És ha mondta, hogy számtalan kézirat változata maradt fent a pálosrend történetének, és ugyanaz mondjuk gyengébb, rontottabb vagy, vagy jobb szövegben, ő mindig a jobb szöveg változatot próbálta megtalálni. Ebből lett ez egy egységes mű, de ezek kései másolatok. Na igen, nem, de mégiscsak valamilyen nyomok maradnak, és megint az a helyzet, hogy ilyet nem lehet kitalálni. Tehát gondoljuk végig, hogy Boldog Özséb, Szent Kereszti Kolostor alapításánál, amikor tevőlegesen hét társa, tehát heten vannak, tehát 6 plusz 1, tehát heten vannak, akkor inkább így nevezzük meg, a forrásnál, a hármas forrásnál, a barlang mellett, és mindig azt mondják, hogy hegyne korma fölé, esztergom mellett. Megint ez a szent kereszti kérdéskör is így tájban, térben egy kicsit olyan, olyan állandóan csúszkál egyik helyről a másikra. Hát, ha már ennyire árva vince bejött a megemlékezés világával, szentül meg volt győződve, mert szántom plébános volt, hogy nyilván Pilis szán, minden szentnek maga felé hajlik a keze. Tehát természetesen ott volt a Szent Kereszti Főkolostor. Hát aztán van, aki egy kicsit odébb Kesztölcről kifele megyünk a Klastron tehát maga a Pilis hegy. Pilis hegyre gondoljunk, és itt nagyon sok jó kiadvány van egyébként a Pilisről, és a Pálosrendről, és Prohászka Ottokár is ír egy kis lélektani művet a Pilis hegyéről, Szenthegyinek tartja. Csak megerősíteni lehet. Na most gondoljuk végig. Adva van a Pilisnek a hatalmas nagy tömbje, Pilis szántó irányába középkori templomnak alapfalai vannak, Szent Kereszt irányába középkori templom, kicsit odébb a, a Klastron rommező, tehát adva van egy hegy, és a lábainál templomok, templomok és templomok. Ez mit jelent magyarul? Hát ez azt jelenti, hogy ez tényleg Szent Hegynek számít. És például a Prohászka ott akár ilyen misztikus leírásban párosok fehér lelkét ott látja lobogni a Pilis hegyvilágán belül, és ezt tulajdonképpen csak megerősíteni lehet. Na most elmondja a rendtörténeti munka, hogy Özséb már kiválasztja az utódját Benedeket, na ő lesz negyedik Bélának életszentsége miatt nagyon jó barátja, de hát Özséb is nagyon jó barátja nyilván negyedik Béla királynak. Hanem egy főpap elmegy a kolostorba, és azt látja, hogy ez a fiatal ember akkor még fiatal, a kolostorban egészségesebb, szebb, jobb megjelenésű, mint kint a világban. És így szól a szöveg. Ételben, italban nem válogatott, ezért mindig egészséges és szép volt. És gondoljuk végig. Most nem egy ilyen testépítő világban vagyunk, hanem elméletileg egy remete rend. Tehát ételben, italban nem válogatott, ezért mindig, most én is nézem a szöveget, egészséges és szép volt. És ne felejtsük el, ez egy testi szépséget és egészséget jelent. Tehát nem, hogy lerombolni vezeklés útján, hanem ha vezekel, akkor sem úgy hat a testi életre, hogy gyengébb lesz, pedig bőjtölhet akár hat hetet is folyamatosan, egyre egészségesebb, egyre szebb, egyre Álló az egészség megőrzésére semmi sem hat annyira, mint a változatlan étrend. Most az ember, ez a titok? Hát ez, ez bárki ma is elmondhatja nekünk. A jó egészségnek semmi nem árt annyira, mint az ételek bősége és sokfélesége. Mert a sokféle ételnek sokféle hatása van. Az ízeknek ilyen bősége rendellenességet szül, lerontja az egészséget és a szépséget. Ezért igen szabatosan válaszolt egy bizonyos ifjú a püspök a kérdésére, miért egészségesebb és szebb a kolostorban, mint volt a világban. Így felelt az ifjú. Azért, mert egyformán és illendően élek itt. Ismét megkérdezte, mit tettél tegnap és tegnap előtt? Na most gondolom, nem kell magyarázni, hogy ez vagy valami, szóval ilyen nincs. Tehát itt pontosan mi lesz a lényeg? Hát maga Jézus Krisztus mit mond? Az én testem bizony étel, az én vérem bizony ital. És aki eszi a testemet, issza a véremet, az üdvözül. Aki nem, az elkárhozik. Most képzeljük el, hétköznapi szinten értelmezzük el, már egy ilyen véráldozat, vagy nem tudom, emberáldozat, eszi a testét és issza a vérét. Mint egy azték félreértelmezett hagyományon belül. Ez maga a fény, és aki a fényből táplálkozik, na az valószínűleg, és az tényleg egyformán és illendően élhet. Hanem mit felel a mi barátunk? Borsót és zöldséget. Aztán folytatja. Holnap pedig borsót és zöldséget, azután zöldséget borsóval. Na erre mit mondanánk? Hát ha ez a romlatlan test titka, akkor ez maga a zöldség. Tehát úgy, ahogy van. Tehát Na de most, jön. lásd, milyen szépen forgatja a gondolatot, hogy kimutassa, mennyire alkalmas az ételek egyformasága arra, hogy a test egészséges és szép legyen. Na most nagy kérdés, miért volt fontos számukra, hogy a test egészséges és szép legyen, pedig a leg, hogy úgy mondjam, életet, megint Mátyás idejéből mondok egy példát, amikor azon ebéd közbe, királyi lakoma közbe, akkor szokta Mátyás megtárgyalni az ország ügyeit, és felmerül az, hogy kik a legtisztábban élő szerzetesek, tehát akik a legtöbbet tesznek. És akkor mindenkinek volt egy véleménye, hogy mondjuk a Ferences rend, Domonkos rend, Ilyen rend, Olyan rend, Pálos rend. Mátyás király szétküldte a követeket Budán, mondván, hogy álló dél van, nézzék meg a templomokat, hogy ott mi történik. Visszajön, ez is nyilván képi beszéd, ahol pálos volt a templomot, imádkoztak. Ahol nem pálos kötődésű volt a templomot, tulajdonképpen déli ebédszünetet tartottak éppen, és akkor Mátyás erre is mondja, hogy na ugye, hogy a pálosok. És ezért, mivel maga a rend, a tisztasága, ami a terényei miatt sok mindent megérdemelt, hát a végjátékban, középkori, hogy úgy mondjam, magyar királyság eszmetörténetének végjátékában, hát ami menthető alapon, mindent átjuttat a pálosokhoz. Tehát érezni, hogy itt egy hatalmas mentési folyamat bontakozik ki, szinte versenyt futnak az akkori apokaliptikus időkkel. És hogy mennyire így van, hogy apokaliptikus idők, nézzünk néhány szemelvényt, hogy mit akartak elkerülni. Viharok támadása, viharában a kornak, veszélyes viharok hullámzása, mérgezett hurkoktól megrakott világ, a tenger veszélyes hullámzása, olyan az éjszaka a sötétség, mint a tenger veszélyes hullámzása, a világ madárfogó hálója. És ekkor mondja Bátori László, aki a Bátori barlangba, lemegy ifjú testvérekkel, és több héten keresztül ott maradnak. Na most ilyenkor kérdés, próbáljon meg valaki több héten keresztül ott maradni. Egyáltalán van egy, van egy folyamat is, nem kell magyarázni. Tehát nem egyedül megy le. És ott küzdenek és harcolnak, valamilyen fény érdekébe, hogy a sötétség minél kevésbé borítsa be a világot. És ekkor mondja, szinte tanítóként, készítsétek föl szíveteket a küzdelemre, és mindenben jövevénynek tekintsétek magatokat a földön. Nézzétek csak az idő változékonyságát és a világ bizonytalanságát. Testvérek, legyünk egymásnak a tagjai, és kölcsönösen szeressük egymást, mert ha nem, hamar elpusztulunk. Na most ez a hamar, ez a, ne felejtsük el, ez időben olyan, mint valaki mondjuk ö, Erdélyben járna, Gyimesek térségében, és ott egy székely atyafitól vagy csángó atyafitól megkérdezné, hogy ez meg az milyen messze van. És amikor ismerjük, amikor azt mondják, hogy közelecske, ide közelecske, akkor az azt jelenti, hogy egész napig megyek általában. Ha messzecske, akkor aznap már nem fogok eljutni. Tehát az, hogy az idő közel van. Egy nép életében pár száz év, az nem sok idő. És közel van az idő. És ha nem szeretitek egymást, el fogtok pusztulni. És gondoljunk ezekre a végítélettel. Hogy úgy mondjam, megterhelt időkre, de valami azért mégiscsak amellett szól, hogy ez nem fog olyan hamar bekövetkezni. Mert amikor úgy szól a szöveg, hogy éppen elegendő követésre méltó példát adtak, akkor nézzük meg, hogy milyen példákat. Elhangzott az, hogy beavatási rend, vagy ha nem hangzott el, akkor el kell idáig jutni mindenhol létezik beavatás. Tehát egy püspök szentelés is egy beavatás. Gondolom, tudjuk, nem kell különösebben magyar. Mégis azt mondjuk, beavatás már mi? Mert mindent lejárattak. Na most valaki elolvassa azt a hagyományt, ami a Szent Patrik purgatórium köré szerveződik, ott is van egy barlang, barlang mélyére le kell szállni. Kevesen tudják, hogy a középkor állandóan három magyar vitézt emleget, akik biztos, hogy megjárták. Más vitézekről nem nagyon szól ilyen bizonyossággal a fáma. Az egyik Nagy Lajos idején Krizsafánnak a fia, a másik a sokat emlegetes Zsigmond idején Tarlőrinc, és még egy magyar földi vitéz is. Na de hogy készítik fel a jelöltet, aki eljut oda az alászállásra? Egy teljes héten keresztül, vagy tíz napon keresztül olyan szertartást tartanak körülötte, mintha meghalt volna. Tehát leírják a szövegek, magyar nyelven is olvasható, egyébként Tarlőrinc pokol járása, nagyon kis karcsú könyv, tehát könnyen el lehet olvasni. Pont erről a kérdésről szól, Magyar Hírmondó sorozatban, 80-as években jelent meg ez is. És ezek kortárs források. Tehát befekszik a koporsóba, és körülbelül tíz napon keresztül, mintha halott lenne. Tehát úgy viszonyulnak hozzá, ja és közben nincs olyan, hogy én fekszem tíz napig, és akkor két óránként elnézést, de a mellékhelyiségben nekem egy kis elintézni valón van. Mert ezek fölött ám átsiklunk. Tehát a tíz nap, és lehet azt mondani, de csak kiment. Valószínűleg nem ment ki. Ez egy teljesen más állapotba való jutást jelent. Szóval bohóckodni régen szerzetesek, papok nem szoktak. Világos? halálosan komolyan gondolták azt, amiben hittek, vagy amit képviseltek és tanítottak. Ha ott valaki úgymond temetési szertartásban részesült, akkor az tulajdonképpen az azt jelentette, hogy tényleg ez történt. És miután, és ez azt jelenti, hogy tíz napon keresztül, vagy két héten keresztül, vagy egy hét után kell a pontos idő intervallumnak nézni, mert nem ez a lényeg. Tehát lényeg az, hogy se étel, se étel, semmi nincsen. Ez azt jelenti, hogy egy úgymond bőjt állapotban van, ez megy át egy halál közeli szintre, egy ilyen lebegő szintre, és közben gyakorlatilag körülötte Szent Patrik Purgatórium a körül egyeskedő ottani papok pedig búcsúztatják. Na de általában egy ilyen halotti mise ez egy napig eltart. Itt tíz napon keresztül folyamatosan majd felébred, tehát kilép a koporsóból, és miután a bejáratot egy több tonnás kő zárta el, na itt jön a lényeg. Ezt követően azt a több tonnás követ, mint hogyha csak egy papír darab lett volna, vagy egy falevél, szépen odépteszi, Amit száz évig meg se tudtak mozdítani. Na most gondoljuk végig. Magyar nyelven egyébként a kőszavunk, nem a nehéz felé indul el, hanem a könnyű felé. És minden megalitikus kultúrának és a Szent Péter jelenségnek is, kivatásnak, küldetésnek ez a lényege, oldás és kötés hatalma, te kőszikla, vagyis erre a kősziklára építem az egyházamat, és mi a lényege ennek, hogyan kőszikla építés, tehát hogy lehet valami, ami több tonnás, ami nagyon nehéz, mintha csak pehely könnyű lenne eszméletlen magasságra mondjuk a helyére tenni. Tehát ezek a nagy titkok, amikkel persze nem nagyon foglalkoznak, azt elmondják, hogy a templom építészet az titkos tudománynak számított a középkorban, és milyen érdekes dolog. Abban a pillanatban, amikor itt három része szakad az ország, két részre a vallás, Két pogány közé, török és Habsburg közé kerül az ország. Hirtelen, mintha Nyugat-Európában megszűnnének a nagy katedrális építések. Hirtelen, mintha a tudás elveszne. Akkor hol kell valami? gyanítani, hogy azért csak ott is kell, hogy legyen valami, mert ha mindig onnan jönne ide, akkor amikor itt valami megszűnik, akkor ott miért nem folytatódik? és akkor jön a mondjuk a barokkor egy idő után templomépítészet, ami egy teljesen más minőség. Ott is van áhítat, csak hát azért nem azt a szintet fogja képviselni és létrehozni. Tehát vannak ilyen, hogy úgy mondjam, kulcsfontosságú kérdések, hogy miért lehetett fontos ennyire, és akkor lassan a vége felé közeledünk, pálosok számára a testnek, Halál utáni megőrzése. Mi lehetett ennek a gyakorlata, mi lehetett ennek a folyamata? Mert valamilyen külön, hogy úgy mondjam, nem azt mondom, hogy titok, disziplina, tanítás, na de mégis valaminek lenni kell, hogyha ezt ilyen hatékonysággal tudták gyakorolni. És hát végül is kimaradt egy nagyon érdekes dolog, emlékezzünk vissza a borsó és zöldség. Zöldség és borsó ezen nevetünk, de ókor óta végig a középkoron, a prima matériának, a quinta eszenciának mekkora a mértékegysége. Vagy egészen keletig elmegyünk, ahol a taoizmusba például, Mindenhol megjelenik a halhatatlanságra való vágyakozás, mindenhol megjelenik a testben való sokáig örök életnek a, az, az ideája, és mindenhol beszélnek egy különleges kis, elixírről, ami akkora, mint egy borsószem, olyan, mint egy kis aranylabdacs. Tehát két ujjam között tudom csak megtartani. Én nem azt mondom, hogy ebből táplálkoztak, mert ez túlságosan prózai és mesterséges, hanem valamit tudtak. És valamiért törekedtek arra, hogy a test, az egészséges, szép test, a halál után, hát ne ocsmányságoknak a fész kell legyen, azért gondolom tudjuk, milyen folyamatok indulnak be. Tehát éppen nem illatfelhők fognak. Szentek esetében, igen, dátlában nem. Tehát valami miatt rendkívül fontos volt számukra ez a fajta hozzáállás. És mit jelent az, hogy beavatási rend most ebből a szempontból? nem volt elég az áhítat, valamit tudni kellett. Tehát egy gyakorlatnak lennie kellett, amit így mond a szöveg egyébként, Angyali férfiak, mennyei társalgásban kiválóak, amíg testben éltek a földön, azt igyekeztek megvalósítani, amit az angyaloknál láttak az égben. Most elnézést, mit jelent ez magyarul? Milyen kapcsolatban vannak az éggel? Napi kapcsolat. Tehát itt, mint amennyiben úgy a Földön, azt igyekeztek megvalósítani, amit az angyaloknál láttak az égben. Mit nem lehet ebben megérteni? És jön a nem megértő, és azt mondja, hát ez csak szép, kegyes beszéd, hasonlat, ezt nem szabad szó szerint értelmezni, ennek nincs igazi jelentősége, hát pedig ennek van. Aztán következő. Erények szárnyain és szemlélődés vágyain felhőként emelkedtek a magasba. Tehát ez mit jelent? Utaznak! Tehát erények, szárnyain szemlélődés vágyain felhőként emelkedtek a magasba, és lelküket az égi szépség szerint alakítva, az üdvözült lelkekkel egyesültek, minden hívőnek elegendő követése méltó példát adtak. Tehát az égi testet, égi erőkkel rendelkező testet, itt a földi életükben megpróbálták megvalósítani. És ha valaki azt hiszi, hogy ez pogányság, hát nézzük pont Szent Pált. Tehát, a Szent Pál az fogas kérdés, mert sok mindent kiemelnek tőle, és sok mindent hallgatnak, amit mond. Hát ő így beszél. Egyébként is Szent Páltól származik az a mondás, és ez minden keresztény számára egy jelzés feltámadás nélkül mit ér a mi hitünk. Élek már nem én, hanem a Jézus Krisztus él, él bennem. Na, ez kereszténység. És most a háborús, vészes, terhes időkben nincs egy keresztény Európában, aki meghúzza a harangot a nagy keresztény európai országokba? Traktorokkal elmegyünk az Atlanti óceán partjáig, imával kellene több millió embernek jelen pillanatban hatást gyakorolni. Ehhez akkor lehetne beszélni keresztény a Európáról, meg egyéb hangzatos dolgokról. És vannak mennyei testek, tehát pálapostól, és vannak földi testek. De más a mennyeiek dicsősége, és más a földieké. Más a napnak dicsősége, más a holdnak dicsősége, más a csillagoknak dicsősége akkor fel lehet nézni az égre. Hát ki az igazság napja, ki a világ világossága? Kinek van a születésnapja, téli napfordulót harmadikról negyedikre követő éjszaka? Gondoljuk végig ezeket. Hát egy Jézus Krisztus és a kereszténység nem azt jelenti, mint egy történelmi hős, hogy adatolják, hogy ekkor született, akkor meghalt. Ez egy egyetemes minőség. Tehát ez jelen van a napban, a holdban, a csillagokban, a fényben. Én vagyok az út, az igazság és az élet, mondja. Világ világossága, szól justícié. Ki az igazság tüköre? Hát melyik égitest tükrözi vissza a napnak a fényét? A hold. Szűz anya, szűz Mária melyik égitesten áll? Hold Charlotte, nál napba öltözik, és tizenkét csillagból van a koronája. Na minden esetre tehát, és nem beszélve Jézus a világvégéről mit mond? Lesznek jelek a napban, lesznek jelek a holdban, lesznek jelek a csillagokban. Interneten, Facebookon, televízióban, rádióban, újsághírekben nem lesznek jelek. Mert háborúk híreit fogjátok hallani. Mit csinálunk most? Egyfolytában ezt hallani és lesznek nagy földindulások, éhezések és háborúk. De ez még nem a vég. Ez még nem a vég. És lesznek jelek a napban, holdban és csillagokban. Tehát ha a teremtőnek jól esett napot, holdat, csillagokat teremteni, akkor nem árt, ha tudjuk, hogy a világ magyar nyelven rendelkezik azzal a képességgel, amivel a kozmosz a görög beszédben. Mert gondolom tudjuk a görög nyelvű evangéliumban, amikor mi úgy kapjuk, hogy a világ világosság az a kozmosz fénye. Magyar nyelven mit jelent a világ? Segítek, az egész világot jelenti. Tehát Jézus Krisztus nem ettől eddig, egyik területtől a másik egyetemes megváltó, Istennek a fia, Isten teremtette a világot, elküldte a világba. Tehát mindenhol ott van és nem díszlet a teremtett világ. Perzek könnyezve említjük, amikor Szent Ferenc himnuszt énekel a naphoz és a holthoz, és a, ahát az az na nagyon szép, az megható. Tehát óriási nagy gondok és problémák vannak egyébként, mert nagyon beszűkült a lelki életünk. Tehát reményem szerint még azért valami marad belőle. Tehát különbözik dicsőségre nézve. Éppen így a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romla, romolhatatlanságban. Elvettetik gyalázatosságban, feltámasztatik dicsőségben. Elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben. Mert szükséges, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára. Miről van szó? Nem passzió, szükséges. Szükséges. Hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára. És ha feltesszük a kérdést, hogy miért volt ez fontos, akkor azt kell mondani, hogy na, ez a záloga annak, hogy az emberséget, az emberi nemet a Földön nem lehet elpusztítani. Mert nagyon igyekeznek arra, hogy az ember ne ember legyen, hanem biorobot nagyon igyekeznek, hogy József Attila Tomaszman üdvözlésébe, hát amit ő úgy mond, hogy a férfi férfi legyen, a nő az nő, és így ember emberből egyre kevesebb. És hol vagyunk már attól a korszaktól? Tehát ha ők megőrizték, akkor ez egy olyan új kiáradásnak a forrása, hogyha szükség van emberre a földön, és hozzáteszem magyarra, akkor mindig lesz megújulás, és mindig lesz hát reménység is, hogy valóra válik az az álmunk, hogy emberhez méltó életet élhetünk egyszer. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen a figyelmeteket, és Lajosnak ezt a fantasztikus előadást. Olyan jó az ember fia ilyenkor úgy megy haza, hogy olyan jó magyarnak lenni.